és uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Hol a szivacsom, gyerekek? Nem tudom, egy szivacsgyilkos elvette. Szivacs tolvaj vitte el a szivacsomat 6 óra múlva 15 perc. Hello mindenkinek. Az lehet? Aha, szerintem ez. Hogy mi van abban? Izé. Inkább ezt rakszol. Te hozod mindig? Én hozom, és az enyémet nem használja senki a másikat, ami állandóan föl van rakva a mikrofon állványra. Azt én sem használom. Azt mindig félreteszem, de hogyha így mondjuk egy gyors vizuális csekket nyomunk a két szivacs között, akkor is azt javaslom, amit odaadtam. Igen, köztem valaki ezt megégessük el. Azt igen, az csak véletlenül olyan. De zárt térben égessük, a lángot pedig vigyük ki a világűrbe, és ott engedjük. Nem, egy lakatlan szigeten égessük ezzel szerintem, de ott is, akik égedik, maszkba legyenek. Igen, tehát hogy így nagyon óvatosan. Na, hello mindenkinek, itt vagyunk. Jó késő, 6:45, de hát ennyi reklámunk van. Hát, ebből élünk. Akari. Úgyhogy igazából ezzel nem tudunk mit csinálni, de tetszik, hogy hiányoltok. Itt vagyunk. Megérkeztünk. El sem megyünk. Jaj, te. 10-ig. Egészen 10 óráig. Ugye? Aha. Így van. Na, az én reggelem meglehetősen kellemesen indult, képzeljétek el. Annyira örültem neki. Hát, illetve két dolog történt velem, ami meghatározza a ma reggelemet. Az egyik az kevésbé kellemes, a másik meg kellemesebb. A kellemes az az, hogy elromlott nemrégiben egy ilyen kis készülékem, és gondoltam, hogy megszervizeltetem, mert a bekapcsoló gombjával egy kis probléma volt, és hát nem is annyira enyém a készülék, mint inkább a lányomé, aki ugye a halálba szekált azzal, hogy ezt csináltassa meg. És olyan garancia van a készülékre, hogy 2 év el- és visszaszállításos garancia. És én ezt korábban így nem nagyon tapasztaltam, hogy nekünk lett volna bármelyik készülékre valami hasonló ilyen kis jótállás, de hogy ez a 2 év el- és visszaszállítás, ide jönnek a helyszínre, hova te mondod? Annyira kényelmessé teszi az egészet, hogy betelefonálsz, megmondod a készüléknek a típusszámát, ők regisztrálják a hibát, utána valaki a te általad megadott telefonszámon felhív, és megkérdezi tőled, hogy hova szeretnéd, hogy jöjjenek a készülékért, ez milyen korrekt? Illetve hova szeretnéd azt, hogy szállítsák a készüléket, miután megjavították. Hát én ide szerettem volna. És megcsinálták. A Klassz FM-nek a portájára, sicsúgy, pikpak, iszonyat, flitflagy, plitplúgy, csliklagy, mikonymagy, lagylagy, pögypegy. És nem hiszitek el, de minden úgy történt, ahogy abba a két sorba le van írva. És ez mi volt? Egy milyen kis tábla PC. Tábla PC. Ez jó. Ritka az ilyen. Annyira korrektül intézték az egészet, ja, és mondanom se kell, persze ráírták a kis jótállásra, hogy két dolgot ne csináljak, ne hagyjam benne a jótállási papírt, illetve hogy mindenképpen rakjak mellé egy tápkábelt. Na, most szerintetek a dologból melyik a valósult tápkábel. Meg? A tápkábelt sem hoztam el természetesen, és persze a jótállást is benne hagytam, tehát gyakorlatilag minden. Ennek ellenére akkurátusan mellé csomagolva a jótállás. A készüléket úgy hozták vissza, hogy még egy ilyen plusz szivacszerű anyagban volt az egész beburkoló, mintha nem is tudom hova küldenék a jövőbe, aha, vagy valami, hogy nehogy valami baja legyen. Kis papírdobozba ez is belerakva, az egész annyira precíz, annyira korrekt, annyira elégedett vagyok vele, így kéne mindent intézni, komolyan mondom. Nem tudom, hogy egy ilyen tábla PC, de bele gondolsz, akkor most már ezek a csomagszállító cégek, mondjuk egy ilyen fuvart oda, meg egyet vissza, maximum 1000-esért szerintem megcsinálnak. És látod, mennyire jól esik a vásárlónak? Rátul, mert... Ilyen pici múlik a dolog, hogy valakihez azt mondta, hogy ez igen, ez szolgáltatás. Igen. Valljuk be őszintén, hogy nem nagyon szoktuk elhinni azt, amit olvasunk egy ilyen papíron. Aha. És most ez a dolog úgy történt. Mondjuk egy tábla PC kerül 100 rugacsba. Hát, vagy nem tudom, ez 70, ilyen pici mindegy, mini, meg nem mindegy, is. Tök mindegy. Nem egy extra. Az a lényeg, érted, hogy kifizetsz több 10 000 forintot, és akkor abban benne van az, hogy ő egyébként valakivel leszerződött, egy ilyen csomagszállító céggel 500 000 eljön, 500 000 visszahozza. És akkor te meg boldog vagy. Tök jó. Meg eleve az, hogy ugye javítják és nem cserélik. Ja, nekem ez nagyon sokat számít, hogy oké, megvolt a készülék, valami, én nem tudom, hogy mi baja lehetett, mert nem egy prémium kategóriás termék, de jó, rendben van meg minden. Aha. Meg amúgy is ajándéklónak ne nézd a magát, mert hogy abba kaptuk. És akkor így az történt, amit a papírra leírtak. Aha. Oda szállították, visszaszállították, kis extrákkal még felturboztak a dolgot, mondom, még ilyen plusz csomagolás, nehogy valami baja legyen, stb. Nehogy még egyszer találkozunk ebben az életben. Igen, így is lehet értelmezni a dolgot. Kell de angyal, tök jó érzés.
főleg így karácsonyhoz, nem mondták azt, hogy hát sok munka van, hát annyi dolgunk van most, Vadon úr, majd januárban talán hívjon vissza, legyen szíves minket. Ez szokolett volt. A másik az nem annyira jó ír, mert az egyik kedvenc magazinom, amiben általában kastélyokról és várakról van szó, meg fog szűnni. Ne hülyéskedj! Nyomtatott formában. Micsoda? A Várak és Kastély? Igen, sajnos. Hogy örülnek? Ez a címe? Várak és Kastély? Ja, csak bemondtam, hogy Várak. Mivel kastélyok és várak, kastélyok és kastélyok. Jövő évtől már nyomtatásban nem tudok hozzájutni majd az újságosnál. Pedig azt néha én is, ha rábukkantam, örömmel hoztam neked, azt hiszem egyszer, de akkor is. Más érzése van, tudom én, hogy persze fák, meg bokrok, meg ilyesmi, nyilván erre is oda szoktam figyelni, de valahogy azért más íze van az emberek, amikor fogja az újságot és belelapoz. Én kifejezetten az internet ez nagyon jó. Igen. Már ilyen magazint, ami tetszik, amit valahogy szeretsz. Valahogy más. Meg azt összegyűjtheted otthon. Nem? Persze. Begyöpösödött agyúak vagyunk. Igen. Öregek vagyunk. Maradi analóg régiek, hülyék. Meg vaskalaposak, meg ilyesmi, de valahogy azért ennek mindig más íze van, amikor kezedben tartasz valamit, és nem a neten bogarász. Könyvet olvastatok? Már ilyen e-olvasó? Nem. Én ezt nem szeretem. Ugye? Nem. Na. Próbáltam, de nem. De nem ugyanaz. Én közben itt mindenféle... Nagyon látom, hogy posta jött. Posta jött közben, itt könyveket nyitogatok, megnézem a felhalmozódott postámat, megkaptuk a Zsófinak az új könyvét. Mert Zsófi nagyon aranyos, küldött nekünk belőle. Nagyon kedves. Alapok úgy, hogy nektek való. Igen, alapok ez nekünk. Nagyon cuki csaj, volt vendégünk is, állítólag főzni is tud. Igen, nagyon jól. Hát az anyacsatornátokon ő osztja az igét reggelen. Nálunk van az RTL-en, Zsófi? Igen. Kaptam egy borkiválóságok könyvét, gyerekek, egy ilyet is kaptam. És ti is kaptatok ebből? Ez csak nekem? Csak a nagyobb. Abból nem. Nem. Megosztok veletek minden szívesen. Amit én kapok, azt nektek is adom. Aranyos vagy ezt? Hát csináljuk úgy, hogy te úgyis az édes fehéret szereted, azt az oldal párt az már szed ki belőle. Most már azért a rozét, a szárazat. Nyitottunk. Hát, régóta most már azért. A Viki a nagy fehérboros, már hogy édes fehérboros, de hát az... Hát, az nő. Hát. Szerintem az a kezdőborfogyasztás az édes. Aztán azért... Fiatal mégis bogó, hát hadd szépen lassan menjen az úton. Igen. De hogy az összes nagy borászat fel van menni sorolni. Na, majd jövőre tovább képezzük magunkat. Kaposvárott. És környékén. A töményre megyünk rá? Hátulról jöjjön a füge. Rámegyünk a töményre? Szexár. Szexi, de hülye vagyok. Na, ennyire értek hozzá, úgyhogy tartsd meg a fényt. Igen, az takler a szexár. Megyünk jövőre is kitelepülni? Hát, az jó volt. Az jó volt, én ott nagyon jól éreztem magam. Maga a hely is jó volt, a kitelepülés is nagyon jó volt. Találkozhatunk Csabi felmenőivel is, ők is nagyon aranyosak, kedvesek voltak. Jó volt az. Én találkoztam velük még egy helyen. Már nem is emlékszem, ugye Szexárdon találkoztunk, és képzeljétek el, ők azt csinálják, hát most már nyugdíjasok, Csabója, anyukája meg apukája, hogy vettek egy ilyen lakójárművet. De azt mondtad szerintem, hogy azzal mennek. És ezt pont túrkevén voltunk valami búfelejtő rendezvényen, talán ilyen birka fesztivál volt, és egyszer csak jönnek oda. Hát mondom, ti mit kerestek itt? Azt mondja, hát itt vagyunk most egy hétig. De hogy hol? Itt leállunk a izével, a géppel, érted, víz, villany, és tök cukik, egész nyáron mennek mindenfelé, otthon áll a lakásot, nem kell rezsit fizetni, és akkor itt szépen elpöfögnek egyik helyről a másikra, de ilyen hosszabb távra terveznek, ugye az a bárhol le tudsz állni, ilyen lakóautó, és el vannak benne. Nagyon aranyosak. Nagyon tényleg két jó fej. Igen, azzal vonulnak, ugye, hogy azzal közlekednek. Igen. Igen. Na, lassan záródik az év vége a nagy műsoroknak is, nem? Sztárban sztár lement? Vége volt? A nagy fináléjának? Laci nem mai. Hazudnék, ha egyet is láttam volna. Nem nézted? Lement a sztárban? Bele belenézegettem, mindig volt. Hát szórakoztató az a műsor. Ki nyerte meg? Ja, most lesz a döntő. Most lesz a döntő. Berecki ott van, azt tudom. Berecki még ott van. Most olvastam, hogy most Lang Györgyi lesz belőle. Tényleg? Padüdő lesz. Kedvelem a Bereckit, amikor nem önmaga. De komolyan, tök jó, nem sokan nagyon megkedveltem. Tényleg. Tehát, hogy amíg önön lényét kell néznem, kevésbé, de amikor valaki más, nagyon bírom. De tök jól csinálja, szerintem, tök ügyes. Már abban a műsorban egyébként mindenki. Nem? Nagyon. Hát tök jól öltöznek, hát jók a maszkmesterek, hát jó a szandi, jó a szinetár benne. A maszkmesterek azok olyan szinten világszínvonalat hoznak, hogy az valami hihetetlen. Én össze azt hittem, hogy egy ilyen félgagyi, a magyaros produkció lesz belőle, aztán amikor megláttam az első maszkokat, az állam koppant a földön. Megdöbbentő, iszonyatosan profi. Szerintem bárhol a világon megállnák a helyüket. Nagyon-nagyon jó. Berecki, nem tudom, ki volt a múlt héten, de itt írja. Én már nem tudom követni. 6 órán keresztül csinálta. Nagyon kemény meló. 6 órán. De nagyon jó benne a Berecki. Tényleg, nagyon.
iszonyú ügyesek. Igen. Egyszer megcsinálták velük talán, mondjuk ebben az évben, ha meg esetleg beleférne, csak mondjuk kinek van erre 6 órája. Hogy a Berecki de mondjuk egy picit korábban, nem. Legyen a Berecki. Jöjjünk be 6 órával korábban, a helyfél körül, jöjjenek ők is ide, és maszkírozzák ki a Ferit Balázsnak, a Balázst Janinak, Janit meg Ferinek. Szerintem óriási lenne. Én annyira kíváncsi lennék, hogy milyen lenne egy 1,80-as Jani például. De most komolyan. Nem tudnám végülni a 6 órát. Az igen, a ez a baj, de nekem annyit egy fotó nem ér. Szerintem úgy nem annyira fotó, meg tudnák csinálni, hogy hihetetlen. Az érzés, hogy más lehetsz, hogy Jani lehetsz például. Arcilag, ez egy 6 órát kéne bent ülni. Kemény. Csak mozdulatlan mi? Mozdulatlan ülsz, fotó megvan, leszed. Tehát nagyjából megjárkálsz még egy ideig, de... Jani, hogy megnőttél. Balázs, hogy összementél. Feri, vagy Feri, nem várják, hogy kinek mit mondanák akkor? Hát én lennék. Jani, milyen nagy vagy? Igen, Feri, Jani lenne rajta. Feri, miért vagy ilyen kicsi? De akkor én maradnék. De nem. Hát cserélnünk el. Én lennék Feri. Igen. Tehát ha Ferit maszkíroznák Janira, mert az lenne a legnagyobb kontraszt. Feri jönne át hozzám. Én lennék te, és te lennél Feri. És te lennél én. Aha. Júj, tehát élén. Isten, nagy matekosak vagyunk, csak kiszámoltuk, hogy ki lenne. Azért az vagány lenne. Én mindenképpen lecsekolnám azt, hogy Feri haza menne hozzánk. Apácska? Már nem jó. 194, 110. Valahogy vonzóbb vagy, de nem tudom miért. Azért az mókás az lenne. Nagyon az arcokat, lenne. Az arcokat nézni, hogy tudod, hogy így érzik, hogy valami nem stimmel, hogy ismerem, de hát nem így néz. Tehát, hogy van? Szerintem zseni lenne. Azt kellene csinálni, hogy bemenj egy értekezletre például. Bemenél Balázs helyett. Vagy bemen, ki menne be Balázs helyett, akkor én, ne, te mennél. Én mennék be Balázs helyett egy értekezletre. Te jössz értekezletre, akkor, és akkor nekem nem kéne mennem, igen. Na, látod, megúszol egy csomó dolgot. Szerdán megcsinálták, mert akkor nem kell bemennem értekezletre. Igen. Mondjuk nem biztos, hogy feltűnne nekik a változás, hiszen mindig olyankor az arcuk a padló felé néz. Nagyságos úr. Én beszélek, ők szégyellik magukat. Igen. Lesütött szemekkel. Lehet, hogy fel se tűnne nekik, hogy mennyivel alacsonyabb vagy. Én mindig állok, ők ülnek. Na jó, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. Elhúztunk? Azért tudom ennyire, mert gyönyörű győzelem volt. Tényleg? Aha. Beindultál? Be. Nem emlékszem rá. Felejthető volt? Nem emlékszel a második, másnap már a játékra. De nem is kell, hát azért itt az Anna megírja, hogy mennyi, ezek személyes kis harcaink. Én örülök neki, hogy így sikerült. Tegnap majd ma valaki más. Tudom, berobbantott valami szót, ugye? Arra emlékszem, hogy valami nem, aztán talán egy nemet mondott. Na, mégis emlékszem. Valamire igen, hogy egy nagyon elszánt lányjátékos volt, és egy nemet mondott talán erre. Ez így megvan. Az egyik kedves hallgatónk írja, hogy visszatérve a szervizes történetre, és ez tényleg így van, ahogy mondom majd. Szerintem csak azért hozzaviszi a szervizet Jani kütyüjét, mert ő a Vadon Jani nekem nem biztos, hogy küldtek volna, csak egy 5 centis csavarhúzatot oldja meg. Nem, én úgy szoktam csinálni, hogy az esetek 90%-a nem, a nejemnek a nevét adom meg. És Vado akkor János nem mondják azt, hogy az a Mónika? Vado János. Nem. Vado János, egy cím, Klassz FM, tudod, nem adom meg a saját nevem. Nem, ülő 102, Klassz FM, Vado János. Az a Vado János, zárójelben. Nekem ezek egy picit csekkolások is. Picit csekkolások is, tehát ugye a szolgáltatás sokszor úgy csekkolom le, hogy valójában mindenki megkapja ezt a szolgáltatást, aha, vagy pedig csak nekem csak szól azért, hogy a rádióban dolgozik, hogy rosszat mondjon rólunk, amúgy utáljuk. Tehát, hogy ne legyen ilyen. Aha. És ezért mindig Móninak a nevét adom meg, egyébként mindenféle internetes piactereken is, inkább csak az ő nevével. És az ő bankkártyáját nyilván. Viccel. Tudom, ismerem az magyarázkodjon ő, ha nem jön meg időm. Na jó, van, lehet jelentkezni akkor játékra. Jó. És 1-0 van, tehát azok játszanak, akik jól játszanak, és bíznak abban, hogy tudják hozni a hetet. Jó, mert 2-0, onnan már nehéz fölállni. Ezt mi tudjuk a múlt hétről. Úgyhogy lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:47 múlt pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Feri, sok boldog névnapot kívánnak neked. Jaj, te. Köszönöm. Te se nagyon ünnepled, ezt nem vagy egy ilyen nagy névnapozós, ugye? Én úgy ébredtem, hogy ez egy kedd. És ennyi gyakorlatilag. Ilyen a Feri, nem foglalkoztatják ezek a dolgok, az ajándékokat is visszaküldik. Igen. Neked is köszönöm, de nem kérem. Tehát tényleg rendes vagy, de látom. Igen. Na. Azt mondja, hogy baleset történt az M7-es tárnoki lehajtójánál Budapest felé, körülbelül 5 perce. A lehajtónál két teherautó ütközött, óvatosan vezessen mindenki a környéken.
hogy kiküldte nekünk, azt nem írta alá, de igazából mindegy is. Erdőkertes, Veresegyház, Szada, mínusz 7 fok. Az utak jól járhatók, ezt Atis küldte nekünk, köszönjük szépen. És az M7-esen a rendőrök még nem, ja ott van, rendőrök még nem érkeztek meg, igen, úgyhogy ott mindenki menjen egy kicsit óvatosabban. Az M7-es tárnoki lehajtójánál egyébként Balázs üzente ezt nekünk, köszönjük szépen. Na, mi pedig megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok, szép reggel. Ákos vagyok Budapestről. Szia. Hello, szia. Ákos. Na, mi újság, Ákos? Hát, köszönöm szépen, jól vagyok. Az volt a kérdésed. Igen, igen, nagyjából. Most végeztem a munkával, kamionsofőr vagyok éjszaka. Aha. A hipermarketeknek szállítunk zöldséget. Én pont most végeztem egy 10 este kezdek, ilyenkor végzek. Most végeztél? Így van. Jól van. Oké, kivel játszanál egy hát jót? Hát én a Janival szeretnék egy jót. Janival? Hogyha benne van. Hogy ne lenne? Ez ilyenkor a ti 5 percetek. Mindenkivel játszunk, aki szeretne velünk. Jó játékos vagy? Hát így most nagyon izgulok, de amikor így hát teljesen más élőben, mint hogy hallgatni. Hát nem tudom, szerintem nem tudom. Nem mondom azt, hogy igen. Uh-huh. Hát illetve reméljük, hogy de. Igen, reméljük, hát hogy Janiról egy-két dolgot tudok, aztán így majd megpróbálom azt. Na, hát kíváncsian várjuk, akkor mehetünk? Igen, oké. 3-2-1, tessék. Szia, Jani. Most, akkor kérdezni szeretnél, ugye? Én azt gondolom, hogy te szeretnék kérdezni. Azt mondtad, sok mindent tudsz rólam. Igen, akkor... Jó játékos vagy, Jani! Nem igaz! Hát ez hihetetlen. Hát ez, igen, ez az élő. Úristen! Az élőadás varázsa. Ez hatalmas. Nem jött volna rossz. A kicsi szádra akartam beszélni, a régi zenész múltadról. Úristen, tehát ilyen dolgokról. Hát, igen. Szóval, hogy Ákos, ez nem... Macskáról, a Jani... Miskár. A Miskár. Meg Mikiről. Nem volt egy hosszú múltunkról. Játék, mondhatni. Akartam tényleg a vegetári... Na mindegy, hát ez most... Mennyi ez szép ilyen. Terv. Hát nagyon sajnálom, de egy öröm volt veletek beszélni. Fantasztikus emberek vagytok, és a napom így már, hogy hiába vagyok álmos, földobtátok, és köszönöm nektek a lehetőséget. Hát igazán nincs, mint nem volt egy túlságosan hosszú játék. Nem, hát sőt, nagyon szerintem ebben azért én voltam a legrövidebb. Nem, úgy szoktalak hallgatni minden nap titeket. Igen. Pihensz most, hogy alszol, vagy mit fogsz csinálni? Most hazamegyek, persze egy kis pihé, és akkor délután újra kezdődik a nap. Ez így megy, folyamatos. Pláne most ünnepek vannak, ugye. Hipermarketek megőrültek idézőjelben. Jól van. Na, hát akkor... Sajnálom nagyon, hát szégyelem magam, de... Nem kell, nincs napot kívánok nektek. Köszi, csáó. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, sziasztok, köszönöm szépen. Hello. Na gyerekek, ennyi, nem megyünk most, nem, tehát tényleg nincs, mindenki hozza a kötelező elvárási győzelmet. Szép vagy, Jani! Köszönöm, köszönöm. Ennyi. Csak szerény. Igazán király voltam. Jaj, ne Feri, tényleg ne csinálj, nem érdemel meg. Na, ez most már tényleg egy picit sok. Kezdem magam kellemetlenül érezni. Na, ez még az egy picit. Ez még csak hét elejé van. Gyerekek, prügyöm, mínusz 4 fok van. És mi van a prügyidóval? Megnézem. Még viszonylag ritkán frissítik a Facebook oldalukat. Nincs nagyon miért. Már. Hát nincsen. De most jön a téli szünet, nyilván lesz egy beírás majd. Valamit írjanak már, mert tényleg. Vagy békés, boldog karácsonyt kívánunk a ember csináltunk Krisztiánnal. Igen. Na, prügyön mínusz 4 fok van. Jó van. Jönnek a hírek megint, hiszen eltett már egy kis idő hírek nélkül, úgyhogy azokat meghallgatjuk, utána itt vagyunk mi is. 7 óra múlt pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok! Jó reggelt! 3 hét múlva minden morning show hallgatónak. Ja, bocsánat. Igen. Pontosan, ne haragudj, csak úgy megálltál. Nem. Pontosan ugyanezen a napon lesz karácsony. 3 hét, gyerekek. Szuper, te jó lesz. Oké. Igen, 3 hét múlva karácsony. Őrület.
őrület. Tök jó, most a lányom elmondta valamelyik nap, hogy, hogy a karácsonyt nem azért várja, mert ajándékokat kap. Hát nem, nyilván nem is ez, kap. Igen, persze, ismer, tehát, hogy, ismeri az elmúlt 10 évet. Honnan ismeri már ezt az érzés, persze. Igen, de miért várná? Hát nyilván nem az ajándékokért, igen. De olyan cuki volt egyébként, elmondta, hogy azért, mert hogy összejövünk, és akkor ott a nővére még ott dumálgatunk, kajálgatunk, beszélgetünk, és akkor van egy kis nyüzsgés meg. És a tök aranyos volt. Na de mit mondhatott volna, ugye? Hát érted? Hát nézzük őszintén, mit tudott volna az ajándékokat? Kicsom, hát örülök, hogy leesett a tartusz. Na, jó. A kicsomagolás? A becsomagolt ajándék illata? Hát mit mondhatott volna? A beszélgetés, a beigli, nem? Meg a, mit tudom, a káposzta. Vagy tényleg nem esztek káposztát? Vagy esztek? Van hús? A káposzta az egy növény. Szerintem eszünk. A káposztában van hús? De ha valaki nem így tudja, akkor szóljon meg. Nem csak káposztát általában hússal csinálnak, nem? Nem, lehet. Lehet egyébként nagyon finom vegatoros káposztát is készíteni szójával. Uh-huh. De tényleg. Ilyen. Mm. Úgyhogy teljesen rendben van. Füstölt szója, mi? Mm. Na, nézzük a közlekedés híreket. Most jöttünk el az M7-es Tánoki lehajtójánál, és nem láttunk balesetet. Ezt Koni küldte nekünk. Igen, mi mindent beolvasok, amit küldenek nekünk, aztán majd meglátjuk, hogy ez valóban így van-e. Akkor ott lehet, hogy nem volt. Már torlódik a Szentendrei út a Pók utcai felüljáró bontása miatt, küldte nekünk Csésze. Jani előbb mondta, az igen, nem mondta. Meghallgattuk. Hoppá. Nyilván. Baleset történt az M7-es Tárnoki lehajtójánál Budapest felé, ezt küldték nekünk, de akkor ez elvileg nincs ott igazából, úgyhogy akkor azt ott nem is nagyon-nagyon kell keresni, és Ózd mínusz 9 fok, gyerekek! Ózd mínusz 9 fok! Kőkemény. Ózd mínusz 9. Hogy lehet? Hát nálunk nem voltak mínuszok most itt Pesten. Pest mindig egy kicsit forróbb, egy kicsit melegebb. Igen. Fűtjük a várost. Fűtjük a várost, igen. Van egy jó hír, az egyik internetes honlapon írja nekünk egy hallgató, Katerina Mirolini, 20 éves, 330 millióért árulja ártatlanságát. Uh-huh. Szerintem ez a hír megihletne pár hallgatót. Föl kéne kapjam a fejem a névre. Hmm. Nektek? Nem tudom, hogy ki jó. 330 millió forint, vagy régi líra? 330 millió márkáért. Na, oké, mindjárt beszélünk mindenféléről, mert egy csomó minden történt, de előtte gyorsan egy ilyen kis közérdekű dolog. Muszáj megemlíteni, beszélni róla két maratot. Ugye van nekünk egy állandó segítőnk, aki ugye irogat a MÁV-nál. Aha. És hát most is megkérjük, hogy írjon, mert azért ez engem érdekel, hogy a fenébe áll meg egymástól két darab szerelvény 300 méterre úgy, hogy majdnem összeütköznek. Tehát ez hogy történt? Ugye tegnap azt láttam... 300 méter azért az nem kevés. Tehát, hogy azért... Engem azt se nyugtat meg, ha 500 jönni. Tehát mit keres két vonat ugyanazon a vágányon úgy? Egyébként, hogy ez egyik egy gyors vonat, a másik egy személyvonat, és csak azért mentek lassan, mert azon a szakaszon pályafelújítás van. Ha azon a szakaszon nincs pályafelújítás, akkor ez a két vonat összeütközik. Itt több száz tonnáról van szó, amit meg kell állítani. A 300 méter az... Az ennyi, az semmi. De nem lehet, hogy pont a pályafelújítás nem. miatt voltak ugyanazon a szakaszon? Nem, mert nem, volt már ilyen. Nem, teljesen véletlenül. Egy hónappal ezelőtt egy ilyen eset. Teljesen véletlenül. Elismerte a MÁV, hogy igen, hibáztak, keresik a felelősöket, valószínűleg elfelejtették átkapcsolni a váltót. Szóval azért ez nagyon meleg. Nem nagyon tesz jót a MÁV renoméjának jelen pillanatban. Arról volt szó, hogy egy gyorsvonat és egy személyvonat közlekedett, nem kapcsolták át a váltót, az egyiknek el kellett volna mennie jobbra vagy balra, kitérni a másik elől, ez nem történt meg. És csak azért tudott megállni a két szerelvény, mert hogy észrevették egymást, ugyanis a megengedetnél jóval lassabban mentek, mert hogy azon a szakaszon pályafelújítás volt, vágányfelújítás. Hogy ez hogy a fenébe? Ugye, egyáltalán azt nem értem, hogy ez nem egy ilyen elektronikus dolog, hogy ott valakinek becsipog egy ilyen kakasos ébresztő óra, hogy 12-16 állítsd át a vágányt, mert jön a cegléd. Szerintem inkább az elektronikus dolog lehet. Hát a kakasos ébresztő. Bár egyébként lehet, hogy a kakasos az valószínűleg az a második fokozat lehet, vagy második lépcső. De azért nem elektromos, mert elmondta az ember, hogy emberi mulasztás. Aha. Tehát én azt gondoltam, hogy van egy számítógép, a számítógép azt mondja, hogy 12 óron tang, és átnyom egy enter gombbal önmagában, átugrik a váltó ide vagy oda. De nem, mert a MÁV tegnap azt nyilatkozta, hogy emberi mulasztás történt, elfelejtettük átkapcsolni a váltót. Hát maga a kapcsolás, hogy az még manuális úton történik, de nem úgy kell elkezdeni, hogy Szabó Bakter kimegy, aztán átállítja van még olyan. A váltót. Na de ha már manuálisan, szerintem is egyébként valószínűleg van lehet, ha manuálisan történik, akkor az miért nem gépről történik? Hogy 12 óra 05-kor tudja a gép, hogy át kell állítani. Tehát tényleg... Józsi! Hújúj! Várj, ezt még megeszem. Állítsd át a váltót, hogy ez hogy történik? Azért ez...
Szóval két vonat ugyanazon a vágányon, hát láttuk már ilyet, ez nem túl szerencsés. Én nem akarom őket bántani, meg állandóan sokszor bántják őket, szerintem nyilván azért joggal, de hát ezeken a vonatokon emberek ülnek. Igen, mert ez nem megnyugtató. Egyébként, amikor olyan vágányfelújítás van, és mondjuk egy sín párra kényszerülnek a vonatok emiatt, mert az egyiket lezárják a felújítás idejére, akkor azt úgy szokták csinálni, hogy amíg megvárja az egyik vonat, amíg a másik beér az állomásra, tovább halad, és aztán pedig ő is bemegy. Tehát, hogy normál esetben ez így szokott történni. Tehát így használják a sineket. Az egyik kint mondjuk nyílt pályán megáll, másik beáll az állomásra, leteszi vagy éppen fölveszi az utasokat, illetve mindkettőt, szépen továbbhalad, és akkor jön be a másik. Ez van akkor, amikor csak egy sínpár van. De akkor itt ebben az esetben valami más történhet. Itt más történt, igen. Na majd elmondja a szakértő. Tessék? Szakértőnk majd elmondja. Kavalec Imre, ha ír nekünk esetleg? Ő ma ügyeletes? Ő mindig ügyeletes. Ő mindig ügyeletes? Hát, itt van. Ő mindig ott áll a vártán. Ő maga a máv, ő otthon is mávos. Nem igen. Úgy? Ha persze, inteket az ászló, hogy jött a vacsora. És zöldre állít, vagy egy fejre állítja. Igen, szabad a vágány, be lehet állni integet otthon. Na mindegy. Ez nem durva, vagy nem érzitek annak? Dehogy, nagyon majd... kemény a sztori. Hát, hogy nyilván két állomásról egymásra szembe jöttek ugye a vonatok, és ugyanarra sínre engedték őket. Most én azt nem értem, ha emberi mulasztás történt, meg kellett volna állítsa az egyiket, vagy egy másik vágányra kellett volna elterelni. Igen, ez is simán benne van a pakliban, hogy... Mondtam! Ne aludjatok! Nem az. Ne, de hogy az. Elmondtam, hogy nyilatkozott a MÁV, és nem történt meg a váltó átállítása. Okay, de hát át kellett volna állítani a váltót, és el kellett volna mennie jobbra. A váltó átállítás nem történt meg, ezért emberi mulasztás miatt, és ezért ugyanazon a vágányon maradtak. Erről beszélek 6 perce. Hogy ugyanazon a vágányon maradtak, mert emberi mulasztás történt. Azt kérdezem én, hogy ezt még mindig emberek csinálják? 12 óra, 15 perckor, ha valaki nem nyom le egy enter gombot, akkor 100-an meghalnak? Tehát érted? Ez döbbenet. Ez nem elektromos úton megy, hogy van egy program, van egy számítógép, ami azt mondja, hogy 12-15-kor ideállítom a váltót, visszaállítom. Még tényleg ott tartunk, hogy kimegy a bakter és átállítja, és ha elfelejt, akkor meghalunk? Vagy ez hogy van? Ott. Hát van egy csomó olyan vasúti átkelőhely, ahol kézzel tekerik le a sorunk. Meg lehet, hogy itt most hát annak a következménye tényleg, hogy felújítják azt a szakaszt, és ezért időlegesen egyetlen vasúti simpárra kényszerül mind a két vonat. A szembejövő is, meg az egyik irányból jövő is, meg a másik irányból jövő is. Igen, csak ha ez egyszerre történik, az nem jó. Ezt is értem, tehát, hogy ez. Vagy a MÁV számítógépe is késik. Ja, igen, még nem történt. Tehát nálunk most 7 óra 16 van, de nálunk 7 óra 10 van? Van egy ilyen számítógépes késés is, hogy a vonatok késnek, a számítógép is késik. És van még ez a régi bakter, aki tényleg letekeri a sorompót, átmegy, állít egy vágányt, visszamegy, persze, elmegy előtte a ceglédi gyors, ott áll tiszteleg. Tehát ez tényleg még így történik? Hát nem szabad felad a sorompót! De nem azt mondom, hogy Japán vagyunk, érted, ahol egy perc késés, és emberek nem, de szepukut követnek el rituálisan. De nehéz elképzelni, hogy Béla bakter negyed-kettőkor kibattyog, húz egy kard, és akkor te meg ott ülsz a vonaton, eszed a kis sonkás szendvicsedet, és nem sejted, hogy Béla bakter kezébe vagy, aki a kettővel top pár lesz, jön meg, nem tudom, kicsit nyilván túlozva, akkor nem húzza át a váltót. Hát azért is nem lehet elektromos, hogy azt mondja, hogy 12 órakor lecsukom, mert a 12-es vonat negyed egykor jön, vagy 30-kor, ugye? A késés miatt. Tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy egy számítógépbe bepötyögöd, az adatokat 12 órakor csukja le a sorompót, nem fog jönni a vonat, hát negyed órát késik. Vagy a beüti, hogy 12 órakor csukja le a sorompót, lecsukja, automatikusan 5 perc múlva, automatikusan kinyitja erre negyedkor átni. Szóval én nem célom a pánikkeltés, soha, meg tényleg nem történt baj, nem is kell ezt túllihegni, ahol vonatok közlekednek, egy ilyen megtörtént. Engem ilyenkor mindig a működés érdekel, hogy azok, akik vonattal utaznak, vagy mi, akik erről beszélünk, mögé lássunk, és megértsük, hogy valójában ez hogy működik, és hogy tényleg ott tartunk-e még, hogy akár ez egy emberen is elmehet, hogy mégis az ember talán kicsit könnyedébben ül vonatra, ha legalább tudja, hogy kinek a kezében van, vagy mi a helyzet, nem? Tényleg nem történt baleset, nem halt meg senki, nem kell ezt dramatizálni, csak ezek mindig ilyen apró pici intőjelek, nem? Mint a metrónál, hogy kigyullad, füstöl, előbb-utóbb, ugye, jönnek föl a sinek, már, tehát, hogy... De Balázs! Mi van? Ahol fát vágnak, ott forgács is hullik. Persze, figyelj, ez más országban is megtörténik. Megálltak, hál' Isten, tehát tényleg nem akarok én nagyon dramatizálni. Visszatolatot nyilván elengedték. Csak hogy mi, mint az utazók, meg a mi hallgatóink, tényleg mögé lássuk, hogy a fenébe kerül egy vágányra.
tényleg a bakter megy ki, és gyere már Béla, basszat, beragadtad a rohányzat, siess már, mert már ott világít, érted a ceglére, gyorsan. Ketten húzzák meg egy feszítővassal, mit abban lefagyab, vagy beszólnak telefonon, hogy lefagyott, állítsátok meg cegléden a vonatot, mert mi itt nem tudunk váltani. Tehát, hogy nem... Számomra ez teljesen érthetetlenek. Ezek a dolgok. Nem világít a lámpa, pöcköld meg hátra, akkor kontaktos. Én ezekkel a fénysorompokkal is olyan rendkívül bizalmatlan vagyok valahogy, nem? Hogy úgy mindig kicsit szorongok, amikor így föl kell menni egy ilyen helyre. Át kell menni egy ilyen vasúti átjáról. Hát ott ugye úgy is van a hivatalos verzió, hogy az csak jelzi, hogy neked elméletileg át lehet menni, de kutya kötelességet szétnézni. Hát jó, aranyos, én értem, de hányan vannak úgy, akik látja, hogy fehér zsutymál megy is. Mert ott elméletileg ugye azon, hogy lelassítasz. És a fehér is szét kéne nézni, nem? A fehér is, akkor is neked nagyon precízen szét kell nézned. Tehát az csak a lehetőséget jelzi a fehér, hogy esetleg te most átmehetsz. De én olyan abban úgy megbízom, de aha, mégis szorongom de azért. Na mindegy. Hát igen, de lehet, hogy csak ki van fakulva a piros. Érted? Tehát, hogy azért óvatosnak kell lenni, azért balra-jobbra benéz az ember, érted? Szörnyű, amikor ezekbe így ellopták az akkumulátort. Emlékeztek? Volt egy ilyen nagy hullám, amikor ezeket az aksikat így vitték. Nem tudom azzal, mit csinált a MÁV, de hál' Isten, hogy megakadályozták szegényeknek, nem kevés pénzbe került. Vagy leföldelték, vagy megcsapatták árammal, vagy nem tudom mit, de már nem viszik, hál' Isten, vagy már nem tudom, hogy működik. De volt egy ilyen évekig tartó hullám. Az összesből elvitték az akkumulátort. Most már ilyen betondobozban van. Úgy mentél át, hogy nem jött a vonat, balra néztél, jobban nézett, nem villogott semmi, becsuktad a szemed, és nyomtál egy gázt, és így mentél át azokon a helyeken, ahol nem villogott semmi. Basz, hogy szarítsd meg a kezem, bulizunk. Igen. Lebetonozták tényleg? Na, valami ilyen nagy biztonsági óvintézkedéseket tettek, és akkor most már nem lehet ellopni. Igen, építettek fölé egy ilyen atlanti falat. Vagy egy bakterházat. Igen. Na, mit tudunk a szóvivőről? Mondhatod nyugodtan, Laci. Mondhatod nyugodtan, mert gyorsabb. Élőadás varázsa, mondjad. Próbáljuk, mi drága kavalecünket, jó? Jó, de egy bakter is telefonálott egyébként, hogy ez hogy megy, a batár. Megkérdezik, hogy ment ez szentesen. Így. Nekem jó, hogy mozdonyvezető is, aki ezt tényleg elmondja egyébként. Jócó vagyok, mozdonyvezető. A vonatok közlekedése előtt telefonon engedélyt kell kérni egymástól a forgalmistáknak. Ez szerintem elmaradt. A forgalmista, ő az állomáson van, és ő irányít. Az egyik forgalmista főhívja a másikat, hogy mehet-e a szentesi gyors? Nyilván nem. Hát lehet, de most mindjárt megnézzük, a Balázs fölhívja a forgalmistát. Forgalmista. És engedélyt kér. Csak megkérdezzük tényleg mozdonyvezető, hogy a fenébe van ez? A tisztánlátás véget nem pánikelt, és senki ne értse félre, tényleg nem erről van szó. Hát a Jocó tud nekünk segíteni, hogy ő, mint mozdonyvezető, tényleg ő csak megy. Vagy ő neki mindig szólnak, hogy mehetsz, mert átváltottunk? Vagy neki észre kell venni, hogy őt most az adott vonalon... Na, itt hello, Jocó, te vagy? Én vagyok, két dolgozok, sziasztok! Hello, zavarhatunk két kérdésig? Igen, mondjad! Figyelj, Jocókám, te például neked tudnod kell, hogy egy adott váltót átváltottak, és neked már a másik sínen kell lenni, vagy te mész, és megbízol abban, ami alattad történik? Vagy hogy van ez? Hát a váltó az úgy van, hogy nekem a jelző mutatja, hogy áll a váltó. Tehát ha két fény van rajta, akkor kitérőbe áll, egy fény, akkor egyenes meg. Na jó, de te tudod, hogy mondjuk 100 km-es szakaszon itt neked jobb oldalt kell lenned, aztán visszaterelnek balra, vagy mész, és amikor a lámpa megadja, akkor oda mész. Nekem persze, tudnom kell, igen. Tudnod kell? Igen. Aha. És akkor itt ez hogy történhetett, hogy tulajdonképpen a két mozdonyvezető, hát a tudott mindent, akkor hogy csak akkor állt meg, amikor már látták egymást? Hát akkor valakinek tudnia kellett volna, hogy rossz vágányom van, nem? Hát nem, mert ugye ezt a forgalom is jelenti el, hogy elindul egy vonat a másik állomás, hogy egy vágány, akkor elvég nem mehet a másik állomásról volna. De azt nekem nem kell tudnom, tehát azt én nem tudhatom. Na hát, hogy jön eszembe. Igen. Na, hát akkor ezt mondom, hogy te végül is megbízol abban, amilyen jelzést kapsz, és vakon... Igen, abban megbízok, igen. És akkor vakon követed. Aha. Hát igen. Hát ő a állomásnak forgalmista főnök, én meg azt teszem, amit ő mond. Ebben a konkrét esetben te hogy tudod, a két mozdonyvezető észlelte egymás, vagy pedig kaptak a forgalmistától mondjuk egy jelzés, hogy srácok, gond van, elfelejtettem szólni? Hát ez szerintem úgy történetett, hogy az egyik vonat irányjal szemben ment, tehát állomás távolságú közlekedés, ami azt jelenti, hogy sötét volt a jelző. Tehát ez megszokott, tehát a biztosítóberendezés hibája miatt, ha sötét a jelző,
akkor ugye ad nekem egy papírt, hogy állomás távolságban közlekedek, nem szabad figyelembe vennem a jelzési képeket. A másik vonat meg rendesen ment, és akkor ahogy a két vonat követte, ment szembe egymással, az egyiknek hirtelen vörös lett a jelző, az megállt, érdeklődött, a másik vonat meg meglátta és megállt előtte. Igen, a gyors vonatot a jelző, a másik szerelvény pedig a mozdonyvezető állította meg. Ahogy Jocó mondja. Neked egy ilyen 300 méter, az mennyi idő alatt tudsz megállni? Nyilván nem mentek gyorsan, mert vágányfelújítás volt, csak hogy tudjuk, hogy ha mondjuk 50-nel mész, hogy mennyivel megy átlagban egy vonat? Az egyik vonat az biztos, hogy 40-nel ment. 40-nel. Mennyi? Hát az a 300 méter azért az viszonylag hamar megállsz, nem? Az persze, egy 40-ről egy olyan 50 méter, 60 méter alatt meg lehet állni szerintem. Csöröksz már? Szól az éberségi, tehát az meg azért van, hogy ne aludjak igen, el. Igen, rá hatot. Kell lépni, van egy gomb, igen, ugye? Igen. Van egy gomb. Kérdezik a hallgatók, hogy azért telefonálás alatt reméljük, hogy félreálltál. Hát én sinem vagyok, tehát én nem álltam félre. Igen, ez lett volna a humor, igen. Viszonylagosan kötött pályás a mozgásod, tehát nem tudsz, hát nagyon, nem tudsz nagyon leparkolni. Mennyi időként szól az éberségid? 1550 méterenként egy szabad a jelzés. Jó van, ha esetleg elromlik, szóljál ide nyugodtan, majd Anna mindig rácsörök. Jó, rendben, oké. Neked volt már valami hasonló eseted, amikor itt szabad szemmel kellett észlelni, vagy bármilyen, amikor hirtelen megálltál? Hát már volt, hogy előttem volt egy vonat, de hát az mindennapos dolog. Jó, hát persze, ja. Hát most ott kicsit egymás fenekébe mentek, ott föltorlódtok, olyan van persze. Figyelj, ez a váltás, ez még segíts nekünk, hogy ez hogy működik önmagában, hogy ez egy szoftver, ami vált, vagy tényleg valaki 12 óra 15-kor egy kakasos ébresztés után kimegy, meghúzza a váltókat, és átvált. Vagy ez hogy működik? A forgalomban van egy tábla, és akkor ott manuálisan állítják, tehát kiad egy elektromos jelet a forgalmazónak, és a motor átlöki a váltót. Ja, motor átlöki a váltót. Aha. Igen. De van, ahol még tényleg bakter van, ahol meghúzza a jelzőt, a váltót, de valahol tekerik a sorompót is, tehát amilyen fejlett épp a vonal. Aha. De a jelet azt maga akkor azt a bakter adja, vagy valaki, amire átlöki a váltót, nem? Azt a forgalmista persze, amelyik vágányú van a vonat, a megfelelő lehet, bárcok ki a várat, és akkor úgy lehet a vonat. Aha. Jól van, hol tartasz éppen? Most álltam meg Zagyvarékason, és majd megyek tovább. Ó, szép! Kiváló! Hát egy gyönyörű Zagyvarék. A keleti Szolnokon vagy igen. Akkor, ugye? Időben vagy? Minden oké? Okay? Hát, 10 percet kések. Te tudod már, hogy mikor, nyilván, hogy mikor hol kellene lenne, tehát látod a halmozódást, nem? Persze. Aha. Van ilyen, hogy kicsit behozhatod? Tehát mit tudom én, valahol egy kicsit így... Hát van most... majd szép 120-ra fogok menni, hogy kicsit tudok behozni a késésből. Aha. Olyan nincs, menjenek iskolába a diákok, meg munkába az emberek. Há, hogy nem, mindenki, ilyet. Persze, hát sok-sok mindenki függ tőletek, persze. Mondjuk Tápió Györgyén nem állsz meg véletlenül. Akkor abból baj van. Gondolod, itt úgy sincs lefölszálló, és egy kicsit tovább. Hát olyan nincs, nem szabad. Mögöttem is jön! nyilván ezt nem lehet megcsinálni, persze. Jól van, na hát akkor jó utat kívánunk neked, jó? Köszi szépen, köszi. Ciao, hello. Hello. Na, ebben az az érdekes, hogy tényleg ülsz a vonaton, és nem tudod, hogy közben milyen picin múlik minden, ugyanaz, mint a repülés. Fölülsz tök nyugodtan, de hogy közben egy ilyen indiai tofuevő ott valahol az indiai légtérben téged rosszul irányít, nem? És kész. Tehát, hogy, és ugyanez van a vonatnál, hogy egy pillanatok alatt nyilván mindenhol, ahol kiszok, de a metrónál bárhol. Ahol ki vagy szolgáltatva, hogy valami kis bakterot, valamit ott kicsit elnyom, és ez megtörténik. Semmit nem tud a vonatvezetője arról, hogy merre fog menni, melyik pályán. Gondolod, ez semmi. Nagyon kemény. Hát igen, de ugyanakkor meg mindent nem csinálhat, tehát hogy mindenki nem érdeklődhet utána. Hát nyilván, hát, de hogy lenne egy ilyen kapcsolat, oda szólnak, hogy figyelj, most a jobb oldali sírre átterellek, jó, tereljél, és akkor megy a váltó, jobbra mész. Ez nem az ő dolga, ő nézi a fényeket, ha a fények rendben vannak, akkor hogy a jelző azt mutatja, hogy ő mehet, akkor megy. Fia, ha nekem azt mondod, hogy egyek belőle, én eszek belőle, bármit hozol ide. Érted? Azt mondod, fiam, megbízom benned, mert te vagy a szakács. Nyilván ugyanígy közlekednek a hévek, a metró, persze. Aztán lehet, hogy ettől függetlenül egy rakat kangam. Kérdezi, egy hallgató, mivel köd van? Tudod. Akkor nincs megállás, érdekes. Mert így észrevettem. Igen. Ekközben a franciák meg ünneplik a TGV új világrekordját, 574,8 km/h. Jó. Most bárki tudja. Bárki tudja. Értem. Nagy ügy. Kell itt arcoskodni. Ezen a sinem mennyél annyival. De nem 575. Igen.
Olyan sinek könnyű annyival menni, menjél itt 70-nel. Az a rekord, itt 70-nel végig menni. A vonat szar, a sín jó. Évjátok fel, Jócót, mondjon egy jó szót. Igen, jó szót, köszönjük szépen. Oké, a legjobb. Nagyapám is mozdony vezető volt, ha szembe jött vele egy másik vonat, vagy kikerült-e, vagy nem ivott többet, írja. Be van kötve, kérdezzétek meg, nehogy valaki feljelentse. Úgy működik a váltó, mint a Boom szoftver. Ezt Kristóf küldte nekünk. Igen. Ezt mire írják, hogy át kell nézed a Kresszferi, a fehér már régen nem szabadot jelent. Nem, most már szabadot jelent, azt írják. Amikor én tanultam, akkor ugye az volt, hogy működik. Azt jelzi, hogy működik. Ja, akkor csak lehetőség volt, hogy igen, és a lehetőség, hogy nézzél szét, de átmehetsz. Most már állítok szabadot jelez. Csak halkan mondanám azoknak, akik ezt írják, hogy azért nézzünk már szét, hogy működik a MÁV jelzőberendezés. Nekem az még mindig csak lehetőség. Igen, én ilyen bakteres sorompós leengedős nem láttam. Van egy csomó helyen. Igen, hogy kikocog a bakter leengedés, persze, akkor ott vár. Ez nagyon retro, ilyet imádnék. Szemeletelebb vaskutálom. Tényleg, ilyet én nem láttam. Új kígyós Csorvás között, ott van a Szeged-Békés Csaba vonal, ahogy Csorvásról kikanyarodsz, egy ilyen cuki kis házikó van, ott lakik a bakter, vagy nem tudom, szolgálat. Gyerekek, középkor óriási, imádom. Csak szolgáltat teljesít, és ott rendesen kijön, és tekeri. És a kicsit trinkel, vagy valami. Akkor várunk. Ha már le van eresztve. Az a nagyobb szerencse, csak mondom. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de talán azért ez egy szerethető dolog, hogyha ezek így végleg eltűnnek, és minden gépiesítve lesz, nem? Valahol nyilván ez az útja a modernizálódásnak, de azért ez egy ugyanakkor egy szerethető dolog. Kikocog, leengedi, nézd, elszív egy stabot, elnyomja, föltekeri, visszamegy, ül tovább. Egy lecsukott sorompon nem tudsz átmenni. A fénysorompon meg. Akármit jelez, át tudsz menni. Akkor melyik a biztonságosabb? Igen. Állítsák vissza az összes, negyed órán túl is tovább, zárva tartató sorompót az ország. Igen. Azok a régi jó dolgok. Ne gár, hogy azokból már nem maradt semmi, igen. M1-es 87-es kilométernél most történt baleset, Győr felé lassítson mindenki, hatóság még sehol, valamint az 52-es úton egy bihari kolléga leparkolt az áruban, és ez mind a 20. kőnél történik, ez Szidi küldte nekünk. 7:30 pontosan, Óven bácsit és Beru nénit játszunk a hírek után, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. M1-esen 87-es kilométernél kis busz az árokban utolért egy kamiont, egyelőre nincs fennakadás, üdv GP. Na végre valami zene. Hát vannak jó zeneink szerintem. Ez kellemes volt. Igen, van egy csomó. Mária udvar és Vác között is van bakter, akkor jó, amikor a bakter lepattan a vonatról, hogy sietve feltekeri a sorompót, miután elmegy a vonat. Puszi Judit. A csépai lókupeccel találkoztam. Ittak a bakterral. Ez a múltkor történt, így Ákos. Tényleg, egyébként az az érdekes, hogy hány olyan régies foglalkozás tűnik majd el, vagy amit már a gyerekeink például nem fognak ismerni, nem? Ami eltűnik így a modernizálással, a számítógépre való átállással, a technika fejlődésével, hogy tényleg, tehát azt mondod már a gyereknek, hogy Kádár volt, és nem tudja, hogy az egész, mint nem találkozol már ilyenekkel, nem? Nyilván, aki mondjuk persze borászatban dolgozik, igen, de hogy azt is modernizálják, gépek csinálják már lassan. De még egy normális cipészt sem. Vagy már egy cipész, találni. Igen. Igen. Hogy ezek itt szépen lassan eltűnnek, mint azt mondod a gyerekednek, hogy hát, mit tudom, hogy a nagyapád takács volt, akkor hülyén fog már rádnézni, mert nem tudja, hogy milyen anyagokkal, szövetekkel, kelmékkel dolgozott. Nem tudják, nem? Hát igen, hát ezek így eltűnnek. Vagy szépen átalakul a neve, és akkor nem bakter lesz, hanem forgalomtechnikai megbízott, és akkor... Forgalomtechnikai menedzser. Vagy valami ilyesmi. És hát ugye a munkakör is átalakul, mert azért mi is lépegetünk be szépen lassan. Én azt gondolom a 21. században, tehát hogy vannak ilyen dolgok, amik így eltűnnek, de hát tényleg. Nekem az egyik ilyen meghatározó gyerekkori élményem az a Schuster volt. És a környékén két Schuster is volt, hogy a Honvéd utcán, meg a Béketérnél a lőrinciek tudják, hogy melyik helyekről van szó. És mindig, amikor bementem hozzájuk, ott volt ez az enyvillat, meg a bőröknek az illata, meg mindenféle kis eszközök, egy csomó befőtésűvük, hogy el voltak téve például a kis faszegek, amiket ő faragott, elnézést, bocsánat, ő faragt egy nyufaszálba, meg ilyesmiből, és akkor így bementünk, és ott ült egy ilyen bőr, ilyen kis szoknyáska volt rajta, kis idős bácsi, ilyen picit olyan Rémusz bácsi is volt,
És akkor bementünk, és akkor mindig egy gyerek szemmel, gyerek fejjel, hogy nézegettem azokat a speciális eszközöket, szerszámokat, a félkész cipőket. És lámpácska. Igen, és mindent, hogy kézzel faragott meg, kis lámpa, igen, picit rövidlátó volt, már iszonyat ilyen szódás. És mindenhol 600 használhatatlan, sarkalatlan, lehántolt alpú, ilyen nem tudod mire való cipő. Illetve cipő maradvány félpár, amiből nem tudod, hogy most átvett valami alkatrészt, vagy azokat megjavításra váltak. Jó lesz az még valamire. Hogy jó lesz az még valamire, hogy nem dobott ki semmit, semmit. Mindent újra hasznosított, mindig még várt egy, azzal a kis darab gumival várt egy olyan cipőt, egy olyan körömcipőt mondjuk, ami olyan tűsarkot, amire ez pont jó lesz. Ilyenek még vannak? Hát nincsenek már. Ez a klasszik cipész? Hát olyan cipész van, aki új cipőket csinál, ilyen méretre szabottat, tehát hogy a méretre készített, az igen, de ez a fajta javítás nagyon kevés van. Egy darabig ott a volt munkahelyünk mellett volt, egy én vittem oda. Klasszik régi? Bár érdekes volt, mert ő egy fiatal, egy ilyen 30 éves srác csinálta, nem tudom, hogy ott van-e még, most régen voltam arrafelé, és ő mindent megcsinált, és nem ez a gyors javító, tudod, kicsit viheti. Mister, és majd hónap leméljük, hogy jó lesz, hanem ő egy rendes cipés, szóval nem tudom, hogy megvan-e még. Kevés van belőle, az biztos. Ezek a gyors javítók se rosszak egyébként, amik a hiperekben vannak, csak ott a hangulat egy picit hiányzik. Igen. Na jó, van még egy közlekedési hírünk, ezt ebben a pillanatban kaptuk, 86-os út Szombathelynél lezárva, baleset miatt vép felé lehet kerülni. G, illetve Zú küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Mende Budapest szakaszon a vonat 20 perces késéssel közlekedik, 10 perc késéssel érkezett, és 10 percet álltunk Rákoshegyen. A hatvágányból csak egy működik. Hatból? Egy? Hatsávos vágánysztrádánk van, ezt nem is tudtam. Én azon lepődtem valamikor, hogy nem azt mondják, hogy hat, nem az öt vágányból csak. Minden. Itt van már is a játékosunk, akivel Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Hello, jó reggelt. Hello. Pali vagyok. Hello, Pali. Pali. Pali, honnan hívsz minket? Az út szélnyéről éppen. Mert úton vagyunk. Dolgozni. Dolgozni. Félreálltatok? Igen. De mit dolgozol, vagy mit csinálsz, hogy hova mész, vagy miért vagy ott? Redőnyökkel kapcsolatban. Uh-huh. Árnyékolás technika. Egy jó kis árnyékolás technika. Aha. Halló? Itt vagyunk, itt Pali, vagyunk. De mi traktorral mentek? Ne es pánikba, Pali, itt vagyunk. Traktorral mentek? Vagy mi ez a hang? Mindjárt leállítom akkor az autót, mert mindig ki, hogy... Ez a traktor. Ja, nagyon jó egy komoly dízel. Igen. Egy komoly dízel meghajtású kis gépjárműről van szó. Hányan vagytok, Pali? Hát kettem. Olyan kis csöndes a másik, nem? Igen, telefonos segítségem van éppen. Igen? Figyelj, Pali, ti most akkor nem redőnyösök vagytok, hanem árnyékolás technikusok? Az ugyanaz, beletartozik. Igen, árnyékolás technikusi manager, nem? Ez így lehetne. Az a főnök. Igen, ő a főnök, modernizálni. Igen. És mi a mai penzum, mit kell csinálni? Mindenféle jót. Redőnyt, reluxát, szúnyoghálókat. Mondjuk, szúnyogháló. Aki szúnyogháló tesz fel, az vagy nagyon késő riadt, vagy nagyon korán, nem? Tehát, hogy vagy nagyon élelmes, és már a jövő nyára gondol, vagy egy picit. Egy hát picit késő riadt. Most rájöttek. Vagy van téli kertje. Igen, rohadt szúnyogok. És hol dolgoztok helyileg, vagy merre dolgoztok? Hát most Zalabér mellett fogunk kezdeni, és akkor vége, hogy Szombathely lesz. Uh-huh. Nagy árkülönbségek vannak, mint egy pesti, meg egy zalabéri redőny négyzetméterek között? Hát szerintem vannak. Vannak? Igen? Igen. Bár sose vettél még Pesten redőnyt. Sose. Jó. Na. Csak megkérdeztem. Nem érdekes. Arra gondolom, hogy a szerelése négyzetméter, de igazából mindegy is. Hogy hívják a társadat, csendes babot? Csabának. Csaba? Jó van, hol helyezkedik most az autó? Ott ő melletted az anyósülésen, vagy te vagy az anyósülésen? Nem, én kiszálltam. Ő meg a kocsiba hallgatja a rádiót. Na, ja, a gerjedés miatt. Milyen kis rutinosak vagytok. Szia Csaba, Mizu. Csak integes. Igen, ő csak integes. Integet. Na, jó van. Jó van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Jó. Mit csinálnának? Reménykednek. Várják a fénysorompónál, hogy elmenjen a vonat is. Haladhassanak tovább. Na, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! De hosszú. De könnyű.
Hát ez nagyon, túl könnyű is. Ajaj. Nem úgy tűnik. Csaba? Mit mond Csaba? Mit még mond? Egyet? Még egyszer lehet? Csaba integetett, hogy még egyszer? Igen. Ő telefonon hallgat minket, vagy ő a kocsiban maradt és rádión keresztül? Rádión. Rádión keresztül. Na figyelj, Pali, mutatunk még egy részletet, vagy ugyanazt. Nem az Alfonso? Mi? Mi? Alfonso? Micsoda? Nem Elton. Elton John mondtál? Kérdeztem. Nem, csutogtam. Kérdezted? Igen, a kollégámtól. Jó, kivettük a sapkát, jó? Jó. Ha kérdezted, akkor nem csinálunk semmit, de kivettük a sapkát, mutatunk egy kicsit hosszabb részletet, figyelj. Na, hát ebből már, hát ez nagyon könnyű. Ha ebből sincs meg, akkor nem tudunk tovább menni. Mi van Csabával? Hát, integet, hogy nem tudja. Pedig aztán eddig mindegyiket kitaláltuk. Hú, persze, mindig így van. Igen. Amikor az ember adásba kerül, akkor meg nem tud semmit. Jó, hát megmutatjuk az eredetit, nem tudunk többet segíteni, mert ha ebből nem volt, meg nem lenne, megfigyelj. Mikor elindulok, abban integet. Bakker. Így sincs meg. Bakker. Bizony. Csak ugye nem minden indult, ezért volt talán nehezebb egy kicsit. Emblematikus és patinás magyar popdal. Igen. Tudod, hogy kik ők így a dal alapján? Persze. Na. Az Exotic. Exotic, ah, persze. Hát ez lett volna, az Exotic, így van. Hát Pali, ezt kettesre sikerült megugrani. Hát nem. Nem, ez nem volt erős. Hát akkor nem lesz szülinapi ajándék belőle. Nem, nem, sajnos nem. Kinek nyertél volna? Magamnak. Ma van a szüli napod? Igen. Hát. Isten értesen sok egy. Igen, Isten értesen. Köszönöm. Sajnálnak meg boldog névnapot. Ó, drágom. Köszi, Pali, a játékot. Ciao. Köszi. Hello, hello. Gyerekek, ez nem volt nehéz. Nem. Azért nem volt érdekes, mert ugye nem a Trabanton szállnitól indult, és ez megtéveszthetett valakit. De... Nem. Igen, nem, nem volt. Az Exotic az nem nagyon lopott mástól, ha jól emlékszem, úgyhogy ebből a dalabból csak rájuk lehet következtetni. Egyébként a következő játékunk, a hármas ugrás, az mondjuk most nagyon gyorsan, hogy némiképp tematikus lesz ezen az egész héten. Nézzétek utána Bear Grylls-nek, aki a túlélő műsorairól híres, mert hogy az egyik kérdés hozzá fog kapcsolódni, mert hogy őt támogatja az a cég, aki részben a mi heti ajándékainkat is adja a hármas ugrás mellé. Garantáltam. Hogy? Garantál, ha? Őrület, őrület, Amerika. 8 óra után jövünk, és hívjuk Wolfkatit? Elérhető? Wolfkatira rácsörgünk, aki körülbelül, hát most már lassan talán másfél hónapja elköltözött, összepakolt, és azt mondta, hogy követi kicsiny férjét, és elindultak, megsváltak, egészen. Zalabérik. Egészen. Hongkongig. Egészen Hongkongig, így van. Egy hónapja kint van, annyira bírom, hogy úgy összecsomagolt és vagány. Elment. Nem? Ez azt, nagyon vagány. Azt mondta, hogy eddig a férje állt mellette, tehát hogy az ő karrierét építették, és apu kapott egy jó lehetőséget kint, neki ott a helye is megy. Hát és magyar karrier, föladta, elment, haknik, fellépések, koncertek, azt mondta nem, ha a férje megy, megy ő is, mentek a gyerekek is, több mint egy hónapja kint él már Hongkongban. És ez nagyon szimpatikus, már csak azért is, mert azért Kati, ezt köztudott, vagy mindannyian tudjuk, hogy ne éppen azok közé, az előadók közé tartozik, akiknek nem megy a szekere, tehát neki azért voltak fellépések bőven, szépen vitték a lemezeiket, nagyon népszerű volt, tehát hogy akár azt is mondhatom volna, hogy gyerekek, most én ezt nem hagyom abba, nem szüneteltetem, maradjunk itthon. Jók vagyunk mi is. Hongkongban vannak magyarok? Igen, biztos. Igen, vannak magyarok, persze. Nem? Hát egy 30-an. De vannak. Igen. Akadnak, ott minden este fel tud lépni szegény. Igen. Biztos, hogy és vannak. És a mai sztárvedő. Wolfkati. A héten negyedszer Wolfkati. Igen. Na, erről is kérdezzük, és arról, hogy egyáltalán milyen a légkör, hogy érzi magát, milyen az élet Hongkongban. Wolfkatit hívjuk a hírek után. 8 óra múlt 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Hármas baleset. Ebben a pillanatban, írja egy hallgató. De hova tettem én azt az SMS-t? Megvan. Az M3-as kivezető oldalán az Árpád híd irányába hármas baleset van. Ebben a pillanatban történt, úgyhogy ott hatalmas dugó lesz. A Budafoki út beállt az erőműtől. Jolly és a románcok küldte nekünk ezt az SMS-t. Egy villamos felsővezeték megadta magát a Lehelnél, így a pótlók a Tököli útig közlekednek. És Martonvásár Trafipax a 33-as kőnél, ezt pedig Rob küldte nekünk. Köszönjük szépen. Halál a buszon sunyin pukizókra. Így van, végre valaki kimondta. Ami annyi éve érlelődik benned is. Igen.
Hát ez egy meglehetősen aljas dolog. Az egy aljas dolog. Az, főleg korán reggel. Állsz a forgóban is. Hát korán reggel, nem, van különbség el. A korán reggel, meg a kora délutáni puki között, van. Igen? Ha a PKV-val járnál, te is tudnád. De mi, hogy munkával hazafelé menet könnyebben toleráld? Igen, mert akkor már sok mindenen túl van az ember, ja. De azért korán reggel tényleg felkelsz, egy új nap, új remények, új vágyak, új sikerélmények, és akkor... Nem, arra gondolok, hogy korán reggel még üres egy omra, tehát még nem annyira tud durva lenni. Hát, ilyen egész napos mellő után tudod, így bedob egyet a hetesen, így a Blaha felé. És a tegnapi töltött káposzta vagy babújás, az ma reggelre azért oda pirít. Volt már olyan valaki, aki azt mondta, az hogy bocsánat, én voltam? Után. Ilyen volt? Nem. Hogy bocsánat, én voltam? Nem, de olyan már volt, hogy ő volt. Tehát ezt még soha ember fel nem vállalt a buszom? Senki? Nem. Scusi, mama. Hogy most kicsusszant, elnézést. Scusi, soha? Ez nem most mindig. Én voltam, de az előbbi ő itt mellettem. Na. Na, azt nézem, hogy van még közlekedésünk, de most ezek a legfrissebbek. Igazából nem jött semmi friss. Ez a 3-as baleset, ez elég komolynak tűnik, úgyhogy azt mindenki próbálja elkerülni. Ez az M3-as kivezető oldalán az Árpád irányába, de ha az Árpád irányába van, akkor az a bevezető, nem? Igen. Most én már nem merek semmit mondani, lehet, hogy hülye vagyok. Tehát az Árpád híd irányába, akkor jössz befele az M3-ason, nem? Igen, akkor már bent rajta vagy akkor a körúton. Akkor már rajta vagy a felújított részen ráadásul. Vagy jössz befelé az M3-as bevezetőjén az Árpád híd irányába, mert kifele mész, akkor ugye Miskolc felé mész. Na mindegy, ott valahol baleset van. Oké, Wolf Kati, őt hívjuk pillanatokon belül. Nagyon bátor, ugye meglehetősen nagy kalandot vett a nyakába, az ő férje Ákos Hongkongban lett diplomata. És hát ilyenkor gondolom én két választása van az embernek, vagy marad, és ketté szakad a család. Vagy? Vagy azt mondja, hogy nem én sehova, hogy maradj te is. Igen, hogy ő is marad, de az se jó. Vagy azt mondja, hogy itthoni karrier ide vagy oda, nyakába vette a két gyereket, és elmentek Hongkongba. Ráadásul Hongkongba, aki járt Ázsiába, az tudja, hogy azért az Egyesült Államokba könnyebb menni, Európa más országaiba könnyebb menni, de Ázsiába elhelyezkedni, és ott azt megszokni, az valami teljesen más világ. Tehát az európai szemmel teljesen értelmezhetetlen és felfoghatatlan. Ez egy állam az államban. Hát igen, meg nagyon Ázsia, nagyon más, mint Európa. Tényleg, ahogy közlekednek, ahogy esznek, a kulturáltságuk, a múltjuk, minden nagyon-nagyon más. Te elmész Európa más országaiba, azért az jóval könnyebb egy európainak. Ázsia szerintem az a legnagyobb falat. 10 napig megnézni, jó? De ott lakni. Pont a 12. lapon akarsz az én, hogy köszönöd, elég volt. Most ott új életet kezdeni két gyerekkel, az nem lehet egy egyszerű feladat. De hát a férje ment, akkor menni kellett. Igen, és ez egy nagyon szimpatikus dolog volt Katitól, mert ugye ő azt mondta, hogy Ákos hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül segítette őt abban, hogy épüljön a karrierje, most neki egy picit úgymond vissza kell fizetnie ebből, amit nagyon-nagyon szívesen tesz. De az is más, hogy mondjuk itthon vagy egy, nem tudom, cipész, ha már erről beszélgettünk, vagy akármicsoda, és kimész, és majd ott is az leszel, hogy ő ki nem tud énekesnő lenni. Nem is hiszem, hogy ezt összenem, ezt tudta. Persze, de fellép a szervezet neki valami, de ő ott feleség, aki vagy talál valami munkát, vagy a két gyermeket neveli, miközben Ákos dolgozik. De ezt mindjárt megkérdezzük. Persze, nyilván ő ott nem Wolf Kati minőségében van kint szerintem, hanem... Na csak nehéz, mert ez akkor az a karrier teljes feladását jelenti. Vagy hát nem a teljes... Hát nem a teljeset, biztos nem. Így van internet, meg ahogy látom a Facebook oldalán, azért már stúdiózott is kint. Aha. És milyen nyelvem? Na mit, hogy tényleg, hogy már éjfel énekelt valamit? Volt egy hongkongi stúdióban, és akkor ott énekelt. A bejegyzésből nem derül ki egy egészen konkrét amit, viszont az, hogy ahol a stúdió van, az a ház, illetve az a kapu, hogy nem biztos, hogy szívesen járkálnék azon a környéken. Olyan van, úgy néz ki. Ázsia kicsit mindig olyan. Régen le van pattanva. Igen, bemész egy sikátorba, és ott a legdurvább felhőkarcoló, meg a leghightechebb 8 csillagos szálloda mellett egyébként konkrétan nyomornegyedek, meg a hihetetlen csuvalkosz, de közben az egésznek van egy ilyen szerethető kaotikussága, úgyhogy Ázsia igen. A nyomor és a luxus pillanatokon belül váltja egymást. Elmegy egy Ferrari, utána elmegy egy kis taxi, utána jön egy tuk-tuk. Tényleg felfoghatatlan. Európai szemmel nagyon más. Na, hány óra van most Hongkongban? Ott előrébb vannak. Ugye, tehát nem ébresztjük Katit, ott bőven 5-6-7 órával előrébb vannak. Itt van? Sikerült elérnünk? Aha. Itt van velünk Wolf Kati. Hello Kati, jó reggel! Hello! Hello! Szia! Hello Kati! Hello. Most már mióta? Másfél hónapja? Két hónapja? Mióta? Másfél, október közepén. Mennyi idő van most nálatok?
7 órával vagyunk előre, 4-4-4-3. 4-4-4. Kicsit akadozik a vonal, lehet, oda tudsz állni valahova a 23. emeleted nagyon nagy ablakához, nagyon magasra, a hátod egy kicsit jobban. Jobb a térerő. Mondj valamit? Itt jobb lett, vagy nem? Most egy kicsit jobb, igen. Hajolj ki, légy szíves. Igen, nem mozdulok. Figyelj, gyerekek hol vannak? Gyerekek hol vannak? Ott körülötted, vagy valami hongkongi oviban? Nem, itt vannak, és meg vannak félelmét, hogy tisztelt, nem szabad ordibálni, meg azt mondja, hogy itt van velem még. Mert a nagyobb is meg majd suliba, szemtek januártól, hogy tapasztja, vagy akkor csak az épp. De? Még egy kicsit arrébb tudsz menni az ablak felé, hátha, mert annyira szakadozol, hogy alig értjük. Tényleg? Na most jó, most maradjon. Nem jó. Aha. Kati, nem, ez így nem lesz egy hosszú beszélgetés. Tökre olyan, mintha Ázsiából beszélne velünk. Megpróbálom kikapcsolom a wifi-t. Ja, wifi is van. Hát az. De milyen wifi-t? Nincs egy normális számod, amin föl tudunk hívni? Most Skype-on hívtunk? Vagy hol hívtunk? Nem. Ez telefon. Csak valami, nem tudom, internetes vonalon működik, vagy nem tudom én. Nem értem. Aha. De most nem lesz jobb? De most egy kicsit jobb lesz. Kapcsolj le mindent, a hűtőt, a mikrót, hát akkor jobb. Na, milyen kint? Hát másfél hónap, ráadásul Ázsiába oda kiköltözni, hát azért ezt így az ember nehezen tudja elképzelni. Egyáltalán mennyi időre mentetek? Tudjátok, hogy most mennyit vagytok itt, vagy mennyit lesztek kint? Hát, én rövid etapokba gondolkodom, azt tudom, hogy járon, ahogy vége van a súlynak, megyünk haza. Tovább nem akarok gondolkodni. Hát de kemény volt, mint tényleg a másik világ, hogy a világ másik fele. Meg, hát csak nagyon keveset hallottam beletek, de hogy teljes eleje a keletet nyugodtnak. Egy ilyen tényleg kultúr sokat. Kati, figyelj, az a baj nem hallunk, tehát ez így nem jó. Megpróbálok még egyszer visszahívni. Oh. Nincs egy normális számod, ami nem wifi-s, meg nem internet, alapján egy telefonszám? Nem. Hát a rendesen otthoni mit kapszok már, mint a magyar mobilra van próbált. Igen, egy magyar mobilszám, nem beszállunk a költségekbe, nem lesz sok, egy 30-40 ezerből megúszom ezt a 10 perces beszélgetést. De nehezen beszéljünk, amit kici kedves embertől vettél piacon. Olcsón. Igen, valami normális számot adj nekünk. Anna visszaív, vagy ha tudjuk a számot, akkor visszaívunk azon. Én tudom, ez nem rendes mobil, tehát ez vagy wifi-s alapú, vagy valami internet alapú, tehát ez nem jó. Visszaívunk, jó? Aztán utalunk egy kisebb szabad szemmel látható készpénzösszeget, amiben neked ez a beszélgetés kerül. Hívunk mindjárt, jó, Kati? Jó, oké. Kicsi olcsó telefon a internetes elérhető széken. Adom neked. 30 ilyen. Na, mit tudtunk meg eddig? Semmit. Semmit az a világon. Januárban megy az egyik gyerek iskolába. Így van. Ennyi. Mondta, hogy rövid szakaszokban gondolkodnak, nyáron hazajönnek. Kösz. Igen. Október amikor után. Amikor szünet lesz az iskolába. Mondjuk ebből viszont azt következik, hogy a gyerekek ott is iskolába járnak, legalábbis hogy az egyikük. De milyen iskolába? Kati. Most bele legyetek, Kati. Ne, hát kérlek szépen, ez teljesen egyértelmű, ugye Hongkongban mindenki remekül beszél angolul. Nem, Kati nem így beszél. Kati, hello, egy másik vonalon. Szia, most jobb lesz? Oh, hát a magyar mobiltársaságok és a magyar mobiltár. Látjátok, még itt a világ végén is a magyar mobil működik. Látod. Kici kínaiad, nem az igazi. Nem az igazi, hiába utca. Na, mit tanultál már az angolon kívül? Van már valami, amit megtanultál? Esetleg? Hát, hogy magamról maximum, de ha nyelvre gondolsz, arról nem nagyon. Semmi. Figyelj, olvastam, hogy egy lakóparkban vagytok, egy nagyon helyes kis lakóparkban, hát a mindenki, vagy sokan tudják, hogy hogy néz ki egy magyar lakópark, a tiétek egy kicsit máshogy, ha jól mondom, ugye? Igen, hát igen, ugye itt nagyon-nagyon sokan laknak, elég kicsi helyen, úgyhogy ebben a lakóparkban van, mit tudom én, 8 darab ilyen 50 emeletes ház. És az egyikben lakunk, ilyen 26. emeletes ez a lakópark. Nem is tudod nyitni az ablakot? Tehát már mindenhol klíma és... De. Igen? Nem, abszolút lehet nyitni. A háta, ami nyitható, az mind rácsúzva van. Az mind rácsúzva. Az első ilyen rettegésem, igen, hogy megérkeztünk, és végeltem az összes lehetséges veszélyforrás így a gyerekek szemével, és hát azért nyilván erre föl van a készülve. Vagy ez itt normális, tehát ők ebben élnek. Itt tényleg az van, hogy azt gondoltam, hogy viszont akkor embertől meg van mindenki építve, és látsz
nagyon lepukkant 50 emeletes épületet, hogy abban azért egy ilyen kihívás lehet élni, hogy föl azt a 49-én egy iPhone is, fogod az ablakot. Nem is volt kérdés, hogy menjél? Tehát amikor mondta a párod Ákos, hogy oké, neki most férjet, hogy Hongkongba kell menni, mert ott lesz diplomata, akkor azt mondtad, hogy oké, teljesen természetes, megyünk az egész család? Hát ő igen, fölvázolt azt, hogy ez lehetséges. Gondoljam végig, ez nyilván nagyon kiadt az életünkbe, de én azt gondolom, hogy egyébként ez tök evidens, hogy egyértelmű, valamiért így alakul, aztán mész. Ha egyszer azt mondod, hogy férés feleség, akkor mindenhova. Meg hát nem a Marsra hozott meg, nem egy nyomor telepre, szóval ez itt tényleg egy elképesztő hely, meg ha nyaralnék, vagy ha csak jönnék ide meglátogatni, akkor biztos, hogy ellennék alélva tőle, hogy milyen fantasztikus. Hát az van, hogy most visszavedlettem anyukává, feleségé, gyűröm az 24 órát a gyerekekkel, de szerintem kaland, és minden kalandot meg kell próbálni. A srácoknak szerintem még nehezebb lehetett itt hagyni, nem? Azért ott iskolatársak, ők is azt mondták, hogy oké, menjünk, próbáljuk? Igen, ők nagyon, szerintem egy gyerek sokkal nyitottabb, meg ha ugyanaz a biztonságérzete megvan, mint otthon, itt van anya, apa, ráadásul 24 órában visszakapták anyát, ami otthon azért nem egészen így volt. Úgyhogy ők marha jól érzik magukat, nincs még suli ovi, mert a sulit már csak januárban tudják kezdeni, mert nagy a kicsi, meg még itthon van velem. Úgyhogy nekik ez egy gigantikus Hawaii. Egy nagy kirándulás, igen. Egy marha nagy kirándulás, igen. Na és milyen Ázsia? Hát ugye tág a kérdés, mert nyilván az európai szemmel teljesen más, tehát hogy szinte felfoghatatlan. Abszolút. Egyébként én sose voltam Amerikában voltam, de Ázsiában nem voltam sose, és minden más. Hát itt a teljes elegye a kelet-nyugatnak, mert nagyon, nagyon érezhető a kínai mi volt a mindennek, tehát azért ez mégiscsak több ezer éves dolog, de ugyanakkor ez ugye 154-ig angol fennhatóság alatt volt. Tényleg az van, hogy luxuspláza, és mellette egy szentély, mellette egy ilyen kütyüket áruló kínai, akkor megint valami gigantikus üzleti központ, ilyen UFO leszállópálya, szóval hihetetlen, kapkodod a fejed, hogy olyan, és brutál tömeg. Tehát azt, ami nekünk elképzelésünk van a tömegfogalomról, azt felejtsd el. Tehát az nincs. Átmentünk múlt hétvégén Makaóra, ez egy kaszinósziget itt Hongkong mellett. Most már Las Vegas elhagyó, tehát ilyen iszonyatos méretekkel, meg forgalma bíró hely. És a központban nem viccelek, mintha Tina Turner koncert dühöngő második sorában lennél. Olyan mértékű a tömeg. Hát ezt európai szemmel itt vagyunk, persze, hogy ezt európai szemmel ugye nehéz megszokni, hogy igen, ott egy zebrán. Nem tudom, de amikor megjön a kritikus tömeg, akkor csak így elindulnak, és akkor 6000 ember átmegy egy zöld lámpán. Viszont igen. Igen, most már úgy tolakszom, mint állat. Tehát eleinte az volt, hogy én a jól nevet, hogy nem tolakszom, nem a túró, de hogy nem tolakszom, mert nem jut A-ból B-be. Tehát így beállsz a tömegbe, és így föntöljök. És simán föllöknek, persze, ha nő vagy, ha férfi, aki nem viccelnek. Tehát ők úgy arrébb tesznek, kiraknak a sorból, igen. Mit tudtok kajálni? Jó, nagyon hát van minden. Tehát lehet, van itt egy olyan bolt, ahol megkapom, van magyar szalámi feliratú, mondjuk azt hiszem Olaszországból jön, de tehát valami teljesen és akkor ott van a kis 26. emeleten, hogy nekiállsz és csinálsz egy csirkepaprikást, egy egész csirkéből? Igen. A csirkében volt már egyébként, igen, amikor megérkeztünk, második nap, Ákos elment dolgozni, szevasztok, hajrá, én meg a két gyerek elmentem bevásárolni. Én tudtuk, hogy ez volt a konyha, itt egy hongkongi nő segített, egy ilyen autentikus ázsiai bolt, tehát ez brutális volt, két óráig is. Nem bőgtem végül, szóval nem vagyok egy szíros, de anya, ész vagyok, fáj a pocakom, közben vegyél valami, és ott vettem szirgét egészen, mert ez nincs, hogy csinke, mert figyelj, azóta már találtam helyet. És hát így el tudod képzelni, hogy én a konyhában sírva. Igen, ők úgy lazán leakasztják kamporon, és egy ilyen zacskóba így kiadják. Igen. Még félig él. Szólok, hogy az úgy természetes. Úgy sírjátám, hogy igen, fogod is csinkét. Igen. Fóliázott csirke, mert figyelj, milyen jó az. Így legalább tudod, hogy csirke. Igen. Ha szerencséd van, akkor csirke. Igen. Jó, nem ennyire brutális, de tényleg ugyanakkor minden nyugati dolog megvan. Tehát tényleg itt megtalálod ugyanazt a reggeliző tejhet, meg sajtot, meg mit tudom én, micsoda, de hát azért nem olyan, mint az otthoni. Hát így igyekszem olyanokat főzni, meg tudunk enni. Próbálkozunk helyi dolgokkal, de azt nagyon óvatosan
főleg a gyerekek miatt, de azért én sem vettem bele magam. Lehet olyan kütyüket kapni az utcán, amit soha nem fog merni megkóstolni, tehát ha sose. És mit csináltok egész nap? Tehát a férjed dolgozik, te a két gyerekkel vagy, én megkérdezem, mint szülőként, hát két gyereket lekötni, az már egy magában is nehéz napokon keresztül. Hát de igen, jöttök, mentek, felfedezitek, igen. És barátkoztok Hongkonggal? Most nagyjából ennyi? Most már igen. Az eleinte én homokba tudtam a fejem, nem jövök sehova, aztán nekilódultam velük, mert ez tömegközlekedés, egyik az egyik kezelet fogja, másik a másikat. Ne nyújj hozzá, ne vedd föl, ne vedd a szádba a kezedet, bosszuk meg a kezünket, ne ülj le, azt nem eszük meg, ne azt megeszük. Szóval ez, meg azt, hogy lefárasztam őket, játszótér, kirándulás, ilyesmi, az nagyjából, nem nagyjából, az teljes mértékben kiteszi az időnket, meg azt, hogy közben elő tudja állítani kaját. Tehát ilyen észszerű, normális, hétköznapi dolgok. Jó, mondjuk egyszerű dolgod van. Egyszerű dolgod van, Katona, azt hazudod legfeljebb a gyerekeknek, hogy elromlott a lift, aztán azon gyalogmentek föl, vagy ilyesmi, meg gyalogmentek le a játszótérre, aztán kész. Egyébként azon, hogy 2 darab lift van az épületben, és pont azért gondolkodtam, a munka az egyiket szerelték, hogy mi van, ha mind a kettőt szerelik, de valószínűleg olyan nincs, vagy nem tudom. Akkor egyébként még jobb átír lesz. Egyébként nem semmivel, akkor... hát nem lehet. TV-csatornáid vannak? Hány TV-csatornád van? Van, hát én csak egy 8-10 van, ebből 2 angol nyelvű, a többi az kínai. Milyen műsorokat csinálnak a kínaiak, vagy milyen műsorokat gyártanak, mit lehet nézni? Nagyon, nagyon sok ilyen nyugati jellegű, sok zenés műsorok van, nagyon szeretnek egyébként zenélni, meg nagyon komoly zenei élet van, és zenei műsorok vannak, klippek is, marhára szeretik az ilyen kicsit nyálas, ilyen romantikus dalokat, mennek a helyi fiúbandák, nem bettelen ugyanaz a kopintás, mint az angol fiúbandák, mint egy szikoltozós koncert, úgyhogy van mindenféle show műsorok. Mi a helyzet a honvágyja, hogy bírod? Hát, nagyon, nagyon brutális, nem gondoltam volna, én nem voltam még sose nagyon sokáig külföldön, de azt nem is tudom, másfél év volt talán a csúcs ilyen, az is nyaralás. Hát nagyon nagyon erős. Meg az fura, hogy nekem az elején is az volt, tehát megérkeztünk, és második nap én már ültem volna egészen haza. Hát nyilván ez majd javult, tehát azért ismerkedtünk már itteni magyarokkal, akik már itt élnek, van, aki már 10 éve itt van, de nagyjából mindenki azt mondja, hogy hónapoknak kell eltennie, mire az ember megszokja. Az, hogy van Skype, az nagyon jó, mert a szülőkkel, meg mindenkivel naponta beszélünk, tehát az, hogy látjuk egymást, látják a gyerekeket, meg ez azért szerintem rengeteget segít, minden 20 éve nem így ment a külföld alakát. De hát kemény, mert nagyon más, mint otthon, minden. Igen, hát aki járt Ázsiában, az tudja, hogy teljesen más rendszerben gondolkodnak, meg élnek. És mi lesz a karrierrel? Ilyenkor az ember gondolkodik ezen? Vagy most csak azt számít, hogy ezt az időszakot kint tölteni, aztán majd te jössz vissza, vagy azért azt így próbálod vele, hogy menedzselni? Hát azért dolgozom az otthoni dolgokon. Aha, igen, most lesz, itt van új dal, amit most ti azt hiszem le is játszhatok. Megmutatjuk majd a hírek után, igen. Ez már a hongkongi élményekről szól? Nem, ez arról szól, hogy kijövök. Kicsit, tehát nem egyértelműen, de azért elég erőtesen benne van, igen. Azt gondolom, hogy az a közönség, akit én megszereztem otthon, az elég kitartó, ahogy én ismerem, és nem félek attól, hogyha mondjuk egy fiú tinisztár lennék, hogy 3 hónap múlva már másik helyes kékszemű fiúért lángolnak. Úgyhogy, de azért azt gondolom, hogy kell az új dal, egyébként is mindig kell az új dal. Ezt egyébként itt fejeztem be Hongkongban, mert otthon kezdtem el, és akkor nem maradt egy kis énekei való. Az egy jó élmény volt, hogy meg kellettem keresni a stúdiót, de hát lassan ment. Kényerek el a kezedbe a hórod alatt egy CD-vel, ott nekiállsz Hongkongban stúdiót keresni, azért az picit. Édes magyar énekes, igen, vagyok, érted? Jönnek a buszok, mennek a taxik, állsz ott egy ilyen 6000 ember. Eurovízió Magyarországon. Érted? Hova menjek? A gyerek balra tép, a másik gyerek jobbra tép, igen, az nagy. Hát jellemzően egy itteni magyar segített, egyébként egy kanadai, meg egy olaszásznak a stúdióját szereztem meg végül is, tehát oda tudtam menni. A Hang utcában. Azért sokan élnek itt külföldről. Az utcának neve, hogy Hang Road. Hang Road, ahol találtam a stúdiót. Igen, néztük a képeket. Ez az a stúdió, aminek a kapujára ráférne már egy lomtalanítás, meg egy rohírtás? Hú, te! Na ez egy ilyen
nem is tudom, nyilván otthon is egyébként nagyon sok stúdió van, gyártelepen, meg ilyen próbatermek, meg minden, mert ott ugye másodéleti díj, na hát itt találtam egy ilyet. Igen, látom, most láttam a képet, igen. A párod mit csinál kint egyébként? Diplomata lett? Vagy mit csinál kint? Igen. Úgyhogy reggel el, este haza, fülén a telefon. De azért hétvégenként csatlakozik hozzánk, meg akkor úgy sem, mint a nyaralnánk, és jövünk, megyünk, kirándulunk, tehát azért az jó. Hát nem tudom, hogy irigykedünk-e, szóval azért így ebbe belevágni felnőtt fejjel két gyerekre egy vadonatúj életbe, ráadásul mindezt Ázsiában, hát le a kalappal, azért ez sokaknak nem menne. Ez hát, nem egy könnyű élethelyzet. De ha meg azt mondod, hogy nem vállod és nem jutsz, akkor meg egész életedben sajnálat, hogy mit hagytál ki. Figyelj, olyan helyeken jártam, ahova soha nem jutottam volna el, hogyha ezt nem vállaljuk. Meg bele kell ugrani szerintem abban, ami jön, aztán kihozni belőle a legjobbat. Így, hát persze, meg jövő nyáron itthon vagytok, Kati, tehát hamar elmenj. Igen, semmi, 8 hónap, és már is landolsz Ferihegyen, úgyhogy nem sokat. Egyébként igen, mint egy terhesség. Igen, körülbelül, tudod, hogy milyen hamar elmenj. És utána hazajöttek egy rövid időre, majd vissza valószínű? Tehát úgy rendezkedtek? Hát nem tudom. Ezt nem tudom még elképzelni, nem akarok annyira előre gondolkodni, mert egyelőre még annyira az elején vagyunk ennek itt, és annyira még mindig van átmenetinek érzem azt, hogy még ezt se tudtam képzelni, hogy kijöttünk. Tehát én még mindig kvázi olyan érzésem, mint ha otthon lennék, és csak viccből lennék itt egy pillanatra, vagy valami. Tudom, milyen érzést lehet, gondolom, igen. Kati, nagyon drukkolom neked, mondjad? Igen, jó, köszönöm. Bocsánat, egy valakit hadd említsek meg a dallal kapcsolatban, na, hogy mert ugye azt is kéne promoznom, nagyon jó kis dal, nagyon elektronikus, Stevanovic is írta, aki már írt nekem többet, és van rajta élőzenés Mókusnak, ezúttal nagyon-nagyon köszönöm, bocsánat, hogy neki szólt. Mókus. Hát őt Hongkongba megennék valószínű. Így van. A kínaiak nem viccelnek. Ilyen néven Mókus, azonnal megzabálják. Oké, drukkolunk neked, nagyon ügyes vagy, meg büszkék vagyunk rá, hát reméljük, hogy valamennyire megtaláljátok azért ott a helyeteket. Nem egy egyszerű élethelyzet, de jó volt ezt így hallani, hogy mibe vág bele az és ember. Nagyon örülök én is, hogy hallottalak benneteket, jó volt. Óvatosan a piacon, jó, mert az árus csak azért mondja, hogy csirke, mert látja rajtad, hogy azt akarod hallani. Vigyázzatok magatokra. Kati, köszönjük szépen. Jó, oké. Ciao, hello. Drága, nem? Hát azért ez nem egy... Aki járt már Ázsiába, tudja, hogy ez a legkeményebb dolog ott beilleszkedni európaiként. Meghallgatjuk a Kati búcsú dalát? Amiben már említi ezt a kimenetet? Az új dalát. Az új dalát, igen, de hogy ugye ebben kicsit búcsúzkodik, már azt mondta, vagy hát legalábbis szó van a kiküldetésről. Úgyhogy jövünk ezzel a hírek után, 8:30 múlt pontosan 3 perccel. 3:49 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Zala megyei autósok, miért nem használjátok az Indexet? Talán égetitek magatokat az Index használatával, kérdezi István. Az Árpád fejedelem útján 3-as kocs plusz adminisztráció a Komjáditól nem messze, a Margit híd felé vezető oldalon, ezt Krisú küldte nekünk, köszönjük szépen. Őrsön rendőrök BKK villogva sietnek, áll a 3-as villamos. Tudtok valamit? Kérdezi Donát. Megnézzük, ha valaki megírja, hogy mi történt, akkor mondani fogjuk. Közraktár Zsíl utca sarkán 4-es koccanás, ezt Kaiser küldte nekünk. És Judit is elküldte, hogy az Őrsön állnak a villamosok. Na, Wolf Kati új dala, igen. Baleset. Miatt a BKK-nak a Facebook oldalán következő van kiírva, a 3-as és a 62-es villamos helyett Kőbánya alsó vasútállomás, Mázsa tér és a Bosnyák tér között pótló buszok közlekednek baleset miatt. Wolf Kati új dala volt ez, ugye, ez már ugye az eltávról szól? Igen, az elindulásról. A hosszú eltávról. Még a kínai akcentus nem volt benne. Hála Istennek. Azt még kerestem, de nem. Ott valahogy van a köszönés? Konnichiwa. De az japán. Hát a nyihao az ilyen. Nyihao. Igen, az ilyen hello, szia. Kb. Ennyit tudok kínaiul. De ugyanezt történik akkor is, hogy a macska farkára lépsz. Igen. Nagyjából. Hát, fene se tudja. Nem irigylem azért. Nem? Hát, egy rövid időre kipróbálnám. Melyik hónapra? Körülbelül ugye? Úgy egy vagy kettő. De ez, hogy egy évet majdnem kim vagy, hazajössz, aztán lehet, hogy vissza kell menni, mert ugye apu ott dolgozik. Nem egyszerű, ez biztos. De az meg, amit elmondott, hogy olyan helyekre jutott el, ahova soha máshol. És valószínűleg életed végéig bánod, ha nem fogadsz el egy ilyen ajánlatot. Nem? Hát igen, biztos nem tudom. Én nem tudnék itt kimenni, vagy fene se tudja. Hát nyilván a pasinak könyv mindig könnyebb, aha, nem? Tehát, aki munkája van, elmegy reggel haza, jön este, dolgozik, elfoglalja magát, fontos.
kiteljesedik. Egy nőnek, akinek ráadásul itt volt karrierje, csak háziasszonyként és anyaként, kvázi háztartásbeliként, azért az nyilván nem egyszerű, és nem, nem azért, mert az ember nem akar a gyerekeivel lenni, hanem mert van egy életed, egy karriered, álmaid, amit szeretnél megvalósítani, és 0-24 órá volt a valamelyik lakópark 64. emeletén, ott 84 méter magasan, jönni-menni ázsiai emberekkel karöltve egy buszom. Hát fene se tudja. Le a kalappal. Európai országot bevállalnám, mondjuk Spanyolország? Hát Európai országban sokkal könnyebb. Persze, ez biztos, de sokkal. Ugye akkor is itt hagyod szívesen. Mindazt, amivel most élsz. Szívesen. Hm? Hát valami spanyol éjszakai műsort ott el lehetne. Magyarul. Rádióban akkor nagyon szívesen. Ugyanakkor meg azért nagyon-nagyon szép dolog, tehát ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, tényleg ez a véleményem, hogy alárendeli magát a Katia az Ákos karrierének, azért ez egy nagyon szép dolog, egy picit, illetve nem picit, hanem sokat visszaad abból, amit ő kapott korábban. És nyilvánvaló azért önálló individuumokról van szó, neki is valószínűleg vannak ambíciói, mint diplomata, és ezeknek az ambícióknak nem tudott élni korábban, amíg a Kati karrierje volt a fontos. Figyelj, hogy a Kukinak bejött ez a félig beszélek csak magyarul, egyébként franciául beszélek, és utálom a sajtot. Kicsit megtanul spanyolul. Persze. Nem? Igen, csak ami nálunk bejött, az nem biztos, hogy bejön a spanyoloknál. Hát is érted? Lehet, hogy egy picit több is kell hozzá. Ellenéki rádió nélkül? Egyéb most kint Spanyolországban. Süt a nap. Valamit tudnék a gyerekkel csinálni, igen. Na! Hármasugráshoz érkeztünk, rengeteg jelentkező van, Anna már választott is, úgyhogy itt van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Szia, jó reggel! Hello, Roland! Igen? Roland, hol vagy most helyileg? Kaposváron. Mit csinálsz, dolgozol? Igen, igen, egy kis pékségnek a szállítója vagyok éppen, most végeztem. Most végeztél, most van ilyenkor a műszak vége, ugye, amikor már kiszállítottatok mindent? Így van, most jön a pihenés. Lehet menni pihenni. Miket szállítasz? Süteményeket? Kenyeret? Mit igen, vittetek? Igen, mindenféle pékés cukrás terméket. Lecsípsz néha egy csücsköt valamelyikből? Hát, ha marad, akkor persze. Ugye, én is megtenném. Hát, jó, friss pékáru, képzeld el, mocsad ki a kemencéből, marha jó lehet. A legjobb. Igen. Miket viszel még a kenyéren sütén kívül? Mit szállítotok még? Hát kalácsokat, csomagolt termékeket. Uh-huh. Pacsni van? Csókolács. Az nincs, jó lapot. Pont valamelyik kalácsról olvastam most, hogy ugye nagyon szép fényes, hiperekben kapható. Igen. Hogy egy olyan anyaggal kenik be, ami felhalmozódik a gyerekek szervezetében, és nem is nagyon tud kiürülni. Ugyanis ezt a fényt létre lehet hozni természetes úton is, mondjuk. Egy jó tojás fehérjével, a bekened valóban fényes lesz, de van egy kemikália, egy kémiai anyag, ami ilyen vegyszerhez hasonlít, és évek alatt tud csak kiürülni a gyerekek szervezetéből úgy, hogy egyébként nagyon meg is terheli, és szinte már ahhoz hasonlít, mint amikor egyfajta nehéz fémmérgezés kap a gyerek, mondjuk olyan vizet iszik, vagy olyan táplálékot eszik. És rengeteg gyereknek, ez van a szervezetében, okoz egy csomó hatás, betegséget, de nem tudják megfejteni, mert nem jönnek rá, hogy miért valamelyik gyereknek hullik a haja egy idő után, körme töredezik ez vagy az, és megvizsgáltak ilyen különböző kalácsokat, és rájöttek, hogy ez az anyag, ez egy mesterséges anyag, majd utána nézek, hogy mi volt, mert bekenik. Kalácsfény. És ártatlanul megveszed. Itt meg kihazálja a pénzgyerek egyébként a nevét, de nem hallatszik fő teljesen, mert becsuktuk az ajtót a rádió miatt. Ja, hogy ő már mondja az igazi nevét, igen. Igen. És azt is, hogy mi nem használjuk. De nagyon sok, persze, nyilván nem mindenhol. Hát mi nem használjuk, hál' Istennek, nem nagyon használunk ilyen természetes anyagot, próbálunk. Igazából az a érvényesülni, hogy természetes anyagokat használunk, meg próbálunk jobb minőséget nyújtani. Persze, de hogy ezzel kenik, és te odaadod a gyereknek, hogy mit ártasz vele egy kalács, és hát közben konkrétan mérgezed a gyereket. Nagyon durva. Hát, esetleg erről a témáról hallhatunk bővebben majd csütörtökön az elmentes övezetben? Köszönöm a kérdésed, János, akár erről is beszélhetünk csütörtökön. Megígérted a szaloncukrot. Szaloncukrot ne felejtsd. Hárt mellé betolja a Balázs, hogy itt a mérgezett kalácsot. Nem szoktam hárpozni. Meg a mérgezett kalács, az nem egy összeesküvés elmélet egyébként. Nem, ez egy létező dolog. Na, mutatjuk akkor a hármasugrást, mármint, hogy mondom, okay. Van ugye tematikus kérdésünk, az most hányadik, igen. János? Ez most az első lesz. Az első lesz. Egy picit most könnyítettünk, tegnap a második volt, de természetesen ez még változhatott héten. Bear Grylls-hez, a nagy túlélőhöz kapcsolódik a kérdés. Van, és van plusz ajándékcsomagunk is, amit már meg is nyertél. Na, így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Melyik legendás hegycsúcsot mászta meg 23 évesen? Bear Grylls.
A Mount Everestet. Így van. Ennyire okos. Ezzel egyébként ő volt a legfiatalabb brit hegymászó, aki ezt a fantasztikus teljesítményt abszolválta. Ráadásul ezt úgy tette meg, hogy egy gerinctörés, egy nagyon súlyos gerinc probléma után. Igen, azt meg eltörni. Így van. Miért mászik olyankor? Nem mert ő azt írta föl neki a fizioterápiás oldalát. Kicsis Márta, javaslok. Egy kicsi mozgás, óvatosan. Menjünk tovább? Mert persze, igen, menjünk. Így szól a második kérdés dedikált Szatyorért, vagy Egérről átítért. Milyen nemzetiségű volt a világhírű operaénekes Luciano Pavarotti? Olasz. Olasz, így van. Jöhet a harmadik, vagy álljunk meg? Milyen a harmadik kérdés? Hogy érted, hogy milyen? Hát itt lehet róla tudni. Filmes. Kíváncsi. Passzolnám. Filmes. Szerintem menjünk, próbáljuk meg persze. Menjünk. Jó, dedikált sapka, így szól a harmadik kérdés. Ki alakított a Paris trójai királyfit a 2004-es Trója című filmben? Paris Orlando Bloom. Így van. De jó van. Jól van. De jó vagy. Már. Köszönöm. Agamemnonra kellett volna rá kérdeznem a franc. Ki akartad hírni? Mi az utolsó van? Most már mindegy. Jó van, megvan az ajándékcsomag és a plusz ajándék is. Nagyon szépen, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. További szép napot, jó munkát, rupian is. Köszi, hallgass meg, hogy mit nyertél, még mindjárt mutatjuk. Okay. Jó, Roland? Köszönjük. Köszi, okay. Ciao, ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Ó, nézzétek, mit kaptunk. Na mi az? Mondhatjuk? Mondhatjuk? Kösz, Titus. Titus hozott nekünk, ami programigazgatónk. Egy díjat? Díj, ugye? Díj. Egy szavazás volt. Remélem nem mondok hülyeséget. Egy közönségdíj. Méghozzá a rádiós korrektúra a hangok versenyében, a szórakoztató reggeli műsor kategóriában. Gyerekek. Nyertem a musicet. De jó éjjel! Klassz FM Morning Show. Hát, drágák vagytok, köszönjük szépen, ez azt jelenti, hogy szavaztak ránk, Titus? Igen, nem? Szakmai díj. Hoppá! Az nagy mindig jó. Nagyon jó. A közönség díj is nagyon fontos, de egy szakmai díj is nagyon fontos. Igen, mert a közönség nem ír így. De drágák vagytok. De szakma sem. Hát, ezek szerint már ők sem tudnak elmenni. Jó, hogy ezt a mellettünk. Szakma. Igen, most mondja Titus, igen, hogy van ugye közönségszavazás a rádiós korrektúrán, meg van szakmai díj, és ez a rádiós korrektúra vers milyen szakmai díj. A szakmai díj, ez mindig jó. De kedvesek. De drágák. Köszönjük szépen. Sokba került! Igen. De rendesek vagytok, köszönjük szépen. Nagyon bárki jó. Szavazott ránk, köszönjük. Ha a szakmán belül, akkor azt meg pláne. Nem értjük, de köszönjük. Szakmán belül. Mert hallom, hogy más rádiók szavaztatnak ám magukra, de akkor úgy látszik, a szakmát nem tudták meggyőzni. Ezek szerint még nem. Mert ott hallom, hogy más rádió nagy önszavazás a buzdiblás, mert teljes erővel minden nap hatszor. Így van, de legalább ilyenkor nem kell témát keresni a szerkesztőnek. Igen. 4 perc múlva pontosan 9 óra Kassa Tibivel folytatjuk a hírek után. 9 óra múlva 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt. Hegyalján 4-es Kocsa Blaha felé, mérnek az M3-ason Pest felé a 143-as kilométernél. A 85-ösön a 19-es kavisnál a furaszínű Volkswagen Transporterből mérik a Sopron felől érkezőket. A megyei hidász küldte nekünk. Köszönjük szépen ékezetek nélkül. És a Váci úton a Lehepi az után az Árpád híd felé autózókat szintén mérik, ráadásul 50-es tábla van, reggeli csúcs. Gyorsan menni nem lehet, gratulálok mindenkinek, írja Nóri. M35 Debrecen felé 19-es kilométernél pihenő mellett van egy trafink. Ez Debrecen felé van, és Hevesvárosban az Egri úton, a benzin után kifelé Ezüst Kodából szintén mérnek, ezt pedig Zsolt küldte nekünk. Köszönjük szépen! Mi pedig már is Kassa Tibivel folytatjuk. Minden kedden a Hungária és az Üllői sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Balazzo. Velük tart az olasz konyha nagy mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi for President! Én mondtam, hogy Kassa Tibivel folytatjuk, illetve folytatnánk.
Képzeljétek el, Tibi beteg. Jó. Basszus, tényleg nincs itt. Semmi nem változott. Mi? Igen, mindig megszokom, hogy így besétálgat, tudod, leteszi a kis kávéját. Lebetegedett. Hmm. De ez egy ritka pillanat. Istenem. Ő az elmúlt 3 évben egyszer sem volt beteg. Egyszer sem volt Minden áldott kedden itt volt, tényleg. Soha nem mondta, hogy másnapos vagyok, beteg vagyok, koncertem lesz, volt. Mindig itt volt. Ő ilyen megbetegíthetetlen volt. De most valamit elkapott. És viszont akkor most csak komoly lehet, nem? Húha. 4 év után valami leteperte, az maga a dengiláz, vagy a malária, vagy nem tudom. Ritka nemi betegség, vagy nem tudom. Na, valami legyűrte. De a sót még tegnap fel tudták rántani? Mondjuk, hogyha nem tudták felrántani, akkor is többen fogják nézni, mint a Hajdút. Egyszerre két emberre rúgtál bele. Nem, én a Tibit dicsérte. Csak burkoltan. Igen. Még hétfőn veszik föl? Aha, szerintem igen. De hétfőn is van? Uh-huh. Erre gondolom nagyon ügyelt, hogy akkor ne legyen beteg. Mi meg ugye nem vagyunk szó. Tényleg beteg, ugye megkorodalmat. Na, itt van már a vonalban, ami drága Tibi. Tibi! 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 Kehány beteg vagy. Na, mi van veled te? Na hát, figyeljetek, tudjátok, hogy annyit nem is a betegség tepert le, hanem 4 évet vártam rá, hogy valaki leteperjen, és most nagy nehezen szexeltem egyet, és akkor annyira sokáig tartott, hogy nem tudtam bemenni, mert hajnalig csináltam. De hát, mogyoródon is rágyújtottak akkorát? Tehát így mindenki elégedetten hevert az ágyán, mikor hallották, hogy végeztél? Hát az összes szomszédom tapsolt, tehát hogy... Zúgott a szép volt, Tibi? Igen, szép volt, Tibi, szép volt. A gyerekek, az van, hogy ezt a vas szervezetet, tudjátok jó, hogy kemény vagyok, ledönthetetlen vagyok, megtámadhatatlan vagyok, de nekem is tud lenni egy ilyen kis gyengélkedős napom, úgyhogy gondoltam, hogy nem leszek most rossz kolléga, és megyek be megfertőzni benneteket, bár nagyon poén lett volna, amik után minden ilyen nagyon megrohadtak egy ilyen torokfájással. Nagyon szeretem, hogy nem jöttél be. Komolyan mondom, mérges. De hogy ez a legaljasabb dolog bemenni, hogy nem, azt hiszem, csak megfűltem, tudod, körbe-körbük, és egy napon belül lázasok vagytok. Igen, kutya ezt bajom. Igen, ezt nálunk ketten szeretik, nagyon régen Anett csinálta, semmi bajom, Balázs, semmi bajom. És látod, hogy ömlik róla a víz a láztól. A másik az Anna, a nagy betegség elhallgató. Nincs bajom, semmi bajom. Nem vagyok. Semmi bajom nincsen, ne ügyészkedjél. Semmi bajom, igen. És nem, tök jó vagyok. Igen, és nem mersz a közelébe menni, tehát ők ketten nagy játékosok. Igen, de Anna legalább folyamatosan karanténban van. Tehát, hogy igen, Anna mentségére legyen szó, hogy a üvegkalitkában ül, akkor ilyenkor ki nem engedjük, tehát karantén alá vesszük, és vesztek zárva tesszük, de Anett is nagyon tudta ezt, hogy ő nem beteg. Gondolkodtam én is, hogy ilyen mély búvárruhába bemegyek, de annyira meg nem volt jó a témám, tehát hogy ennyire kelljen erőlködni. Már hogy... azt gondolom, hogy Anett és Anna tekintetében két különböző minőségi kategóriáról beszélünk. A másik, amit meg akartam mondani, hogy azért így betegen is, tényleg Jani simogató szavai a műsorokkal kapcsolatban nagyon. Tehát, hogy ezek kellenek ilyenkor. Azt hétfőn veszitek föl? Hétfőn csináljátok? Egyébként tegnap vettük fel, és az volt tényleg, hogy a második órában éreztem, hogy ilyen rohadt életben van, valaki nézze már be a torkomba, hogy most lenyeltem egy kötőtűt, vagy csak úgy érzem. És akkor elkezdtem, hogy a belső nagyon rossz lenne, és mondtam, hogy na jó, egy gyerek, szóljuk, ameddig megyünk vele, aztán egyszer csak vége lesz. Nagyjából, hogy végigértünk vele, de hát ez olyan embertelen. Mondom, nem tudom, hogy ez valami vírus van állítólag egyébként, úgyhogy nagyon figyeljetek is. De jó, hogy tegnap nem néztem meg akkor. De nem, a tévén keresztül nem lehet elkapni. Lehet, biztos, hogy nem szóval. Ez nem úgy van, hogy ha nem kapcsolod oda, akkor nem kapod el. Figyelj, milyen amikor kazatibi beteg? Mit csinálsz? Egy kis alsógatyában vizes borogatást adsz magadnak, kádban ülsz, hűtőfürdőt véve, vagy nem, nagyon sajnáltatod magad, rettenetesen beteg vagy, és mindenki téged ápol? Nem, pornómaraton csinálok ilyenkor. Előveszem a kedvenc ilyen Tereza Orloszki gyűjteményemet egy gyerekkoromból, és újra átélem a fiatalságomat, izzadtam. És amikor még egészséges volt. Persze, meg amikor még az ingei küszöbben olyan volt, hogy nem kellett magamat beakasztanom a gardróba, hogy valamit tudjon érdekelni, tudod. De te hipohonder vagy, nem? Tehát, hogy jellemző rád, hogy egy kisebb betegségnél már úgy pánikba esel, hogy mi lehet? Hát nem tudom, én sem mondjuk körülöttem valaki kettőt, hogy én összeltem belül belázasodok. Tehát, hogy én a klasszikus hipohonder vagyok egyébként, de mondom ennek, hogy már egy másik szájdisában vagyok, hát,
meg benne. Tehát, hogy én kicsit másképp kezelem már ezeket a betegségeket, igen. Na, összeválogattunk egy-két dalt, amit nagyon szeretünk. Ezek voltak a legnagyobbak? A Kamu Angol, azt például nem tudom, te emlékszel el, azt nagyon szerettük. A Rohadjál meg Kassa, ugye hát az nagy klasszikus. Illetve a Költözzel című dalodat is beszerkesztettük. Nem azt mondom, hogy ezzel nagyjából kimerítettük a legnagyobb slágereidet, de hogy ezeket mi nagyon szeretjük, ezek saját gyártásúak persze, tehát ezek nem a Kassa dalok. Arról van életbe, de szép munkásság. Ja, érdemes volt megszületni. Igen. De ugye ezeket te is szereted, nem? Tehát ezek a legjobb közül való. Abszolút. A Kamu Angol azt mondja, hogy a kicsi azok kedvére, akik ezt véletlenül egy ilyen szőlagának akarják, majd én mondanám, hogy inkább egy kicsi botlásként tartom számon, de a Rohadjál meg azt, hogy a Költözzel az mindenképpen két klasszikus. Tehát ugye a Költözzelről azt tudni kell, hogy ez gyakorlatilag ilyen morning show tréfaként indult, és gyakorlatilag most azt mondom, hogy nincs az országban olyan hely, ahol te azt mondod, hogy kaszhatidőre problémája van a szomszédjával, akkor ott nem sikítva 2000 ember. Tehát, hogy azért az egy nagyon szép karriert futott be a morning showból, szerintem az bármelyik dalnak becsületére válik. Igen, a Kamu Angol, az ugye megnéztük, hogy ugye az angoloknak mennyivel könnyebb, mert hogy bármit énekelnek, ugye talán azt hiszem az volt a téma, az angolul tök jól hangzik, de ha a magyarul kéne valamit elénekelni, akkor az meg olyan béna, és ezért megcsináltál egy magyar dalt angol szavakkal, szókapcsolatokkal, ugye? Azt hiszem ez így született. Picikét megtartítottam így az angol szavakkal az iskolatáska című dalt. Mondom, azért azt a saját életében túl díszeként azért nem írnám be, de Rohadjál meg Kassa és a Költözzel, azt gondolom, hogy ez mind a kettő kicsit ilyen kultikus dologgá vált már. Tehát amikor a közönségből valaki megkiabálja, hogy Rohadjál meg Kassa, az azt gondolom, hogy nem, először nem arra kell gondolnom, hogy tényleg nem szeret, hanem hogy a dalt kéri, és amikor eljátszottam, hogy tovább kiabál, akkor tudom, hogy tényleg után. Tehát, igen. Na jó, meghallgatjuk akkor az egyiket, jó? Ez a nem kell más. Meghallgatod velünk az összeset? Itt maradsz, hát tudod, hogy jön imádó vagy, úgyhogy szívesen teszed. A nem kell más. A nem kell más, az a Kamu Angol, nem? Hát az a Kamu Angol nekünk. Jó, az a Kamu Angol. Jó, azt mondja, hogy a Peti áll a hátterét. Várját, azt hallgat, abba hallgatunk vele a Peti áll. Akkor három cím is van ezek szerint. Az a magyar dal Kamu Angollal. Várjál, mert most hát lassan, most nem is tudta, hogy ennyi dalt írtam, rohadt életben tök termékeny vagyok. Egyszer érdemes otthon maradni, hogy beteg vagy, mert kiderül, hogy mennyi jó dalod van. Hát ne hülyéskedj, hát hogyha tudtam volna, holnap levetem, akkor minden nap beteg vagyok. A kreatívabb vagy, mint amire emlékeztél. Igen. Jó, oké, akkor meghallgatjuk ezt, tehát magyar dal angolul, ez volt a Peti áll a ház előtt, így ugye angol szavakkal, jó? Akkor így szól az első, figyelj. Egyik Monday délelőtt Peti áll kint on the street. Left side was the iskola. Peti don't want go oda. Oh, what hard the iskola táska. Ilyen szép sunshine, 9 o'clock. Peti áll and wait for the válasz. Go to school or sex with the girl. Oh, what hard the iskola táska. Ilyen szép sunshine, 9 o'clock. Peti áll and wait for the válasz. Go to school or sex with the girl. Kicsit elmírul el az esélye, hogy nekem az ukrika, de nagyon jó. Ez volt az egyik, amit nagyon szerettünk. Na most azért az eredeti dalban nincs sex with the girl, csak mondom. Hát de ugye igen, ott az van, hogy ugye ballagú kislány, de hát mi a túrói ballagnak kislány. Mondjuk ez igaz. Nem áll 6 évesek is iskolában mennek. Mert ugye a Peti, és akkor mind megvárja őt, de ugye miért válsz meg egy kislány, meg mit ballagsz utána? Tehát, hogy én csak azért lázadtam ott egy picikét, hogy hagyjuk ezt az ócska ködösítést. Tehát nem ballagunk a kristály mögött, meg a cicorunk. Na, és lejárt a feltöltőkártyája is. Hívjuk vissza addig, meghallgatjuk a másikat. Ez ugye akkor volt, amikor Tibi elment külföldre, és egy tipikus magyar utálat hullám az megint elindult, ugye elment Tájföldre, kiütött egy laza 3 hetet a januárból, és hát olyan kommenteket, olyan posztokat kapott ő a Facebookon, ami arról árulkodott, hogy Tibit legkevésbé sem kedvelik. Ugye mindenki irigy volt, féltékenykedett, utálták, gyűlölték, a saját Facebook oldalán is egyébként ugye felháborodott hangvételű SMS-eket, meg hozzászólásokat kapott, hogy ezt hogy képzeli, és erre született az a dal, hogy Rohadjál meg Kassa, amíg ugye kim van Tájföldön, addig itthon nekünk mennyire rossz, ezt is meghallgatjuk. A kassa melegben van.
hideg. Ő mosolyog, csak bárjunk minket, meg szétvett az ideg. Ráadásul nővel van, kinek elkölcse laza. Hát rohadjál meg, rohadjál meg, rohadjál meg, kasza. Lakasza, lakasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkora herpeszel, hogy leszáradjon a... A kasza, kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkora herpeszel, hogy leszáradjon a... Ha kívánunk mindenked olyan bajt, miből nincs kiút, hogy lány helyett így magadévá egy nagy belű fiút. És minden nő dönt díszelegjen, Ádám csutkák haza. Hát rohadjál meg, rohadjál meg, rohadjál meg, kasza. Lakasza, kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkora herpeszel, hogy leszáradjon a... A kasza, kasza, inkább ne jöjjön haza. Vagy akkora herpeszel, hogy leszáradjon a... Tájföl! Ez született arra, ugye, hogy ne utálja mindenki annyira, mert elment egy kicsit pihenni. És lemerült? Ki van kapcsolva? Lemerült. Ez annyira beteg, elfelejtette feltölteni a telefonját. Hát vagy már nem tud elmenni a konnektorig. Igen. A harmadik dal az ugye pedig egy nagyon népszerű, ez a Költözel, ami egy ilyen szomszédos témánk volt. Hát flexelt a szomszéd egészen korra reggeli órákban, amikor Tiborunk még aludt volna a koncert után, és akkor erre született a... Igen, 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 erre született az, hogy valaki ennek, ha jön a szomszédja, vagy nem akar ott lakni, vagy nem tud elmenni onnan, akkor mégis milyen megoldás lehet, vagy hogy a legjobb az, ha elköltözik. Erről beszélt a Tibi egyébként, az egyik legnépszerűbb dala a koncertjein. Ez a Költöz el. Egyszer a fejedre húzom, meglásd a kukád, ha hajnal háromkor megint ugat a kutyád. Amikor korra reggel ébredek a flexre, olyankor anyádékkal gondolok a szexre. Hát kérlek költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldogíts már mást. Kérlek költözz el, kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Vedd észre, nem vagy te egy honfoglaló tatár. A kerítés nem csak jelkép, az a telek határ. Tudom én, hogy éhesen az élet bizony kemény, de az a fa, amiről te almát lopsz, az enyém. Hát kérlek költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldogítsál mást. Kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Mikor a zaj miatt már 80-szor szóltam, a lelki szemeimmel láttalak már holtan. Hogyha csend lesz végre az állandó zaj helyett, ígérem, én sem fűzgélem tovább a nejet. Hát költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldogítsál mást. Kérlek költözz el, kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Légy jó szomszéd és költözz el, kérlek költözz el, kérlek költözz el, boldogítsál mást. Fogd a flexed és költözz el, kérlek költözz el, megmutatom neked a vasútállomást. Légy jó és költözz el. Tibi! 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 Hello, Tibi, vagy itt vagy újra? Mi a föltöltötted magad, vagy mi van? Nem, nem, a telefonom is lemerült, olyan beteg vagyok, hogy azt is leszívtam. Nem, a csajomnak a telefonjáról visszabírtam csörögni, így, tudod, ilyen nyomorúságosan megkerestem neten a központi számot, akkor ott a biztonsági őrnek mondtam, hogy szaladjon be egy telefonnal az Annához, akkor az Anna kiszaladt a biztonsági őrhöz, tehát hogy egy ilyen komolyabb riasztás volt. Na jól van, hagyunk akkor döglődni, jó? Ez volt a jó kívánság? Igen, igen. Arról van szélet. Nem újjon el úgy, hogy valami igazit nem kapunk belőled. Egy hallgató kérdezi, hogy Tibi, csak nem azt akarod mondani, hogy nincs benned vírus? Mondhatnék nagyon-nagyon sok minden, gyerekek. Tehát, hogy kerülgetetném a forrókását így vírusügybe, de azt kell, hogy mondjam, hogy de micsoda vitalitás, látod? Hát van ott még azért egy kicsi. Jó, gyógyuljál, azt nem mondom, hogy viszünk gyógytát, de gondolunk rád. Nem jött? Gondolatban. Nem,
Nem jössz teával és kekszel? Én a beteg embert úgy kerülöm a Benni miatt, mint az állat. Tehát, hogy ahol gyerek van, azt mindenki érti, hogy ott beteg emberre nem nagyon akarsz találni. De hogy a ház elé, olyat se lehet, hogy a ház elé leteszel teát és kekszet, hogy meg leparkolsz a rohadt nagy terepjáróddal, és kiteszel egy ilyen kis zacskóba nekem egy ilyen kis-kis teát és kekszet. De, szívesen megcsinálom. De menj ki, aztán nem vagyok ott, akkor menj vissza. Nem, én most kimegyek, és addig várlak, amíg nem jössz. Jó, jó, mindenképpen. Vigyázz magadra, gyógyulj el, egy hét múlva. Jó, szevasz, hello. Na jó van, 2 perc múlva pontosan, 9:30, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3:40 múlt, pontosan 2 perccel, hello mindenkinek, jó reggel. Győrben áll az egész belváros a Virágpiacnál, egy sarkon parkoló idióta miatt kb. 25 perce. Ezt Gábor küldte nekünk, és kaptunk egy SMS-t, amiben segítséget kérnek tőlünk. A Facebookon terjed egy hajléktalan gyerekek számára fenntartott óvoda segítségkérő linkje. A kommentek alapján megoszlanak a vélemények, miszerint létezik-e ilyen óvoda. Már mindenféle veszekedés is kialakult. Ez az óvoda a 8. kerületi Dankó utca 11. Nem pénzt, ruhákat és tartós élelmiszeret... Igen, nem pénzt, bocsánat, csak rosszul van írva, csak ruhákat és tartós élelmiszert szeretnénk kérni a kicsiknek. Szeretném, ha kiderülne, hogy tényleg létezik ez az óvoda, és nem kamu ez a link. Olyan jó ez a nagy Facebook szabadság, érted? Tehát tényleg így meg ez az internet, hogy oda kell menni, és megnézni, meg kell nézni. És egyébként pedig tudjuk mondani, hogy... Hogy valójában létezik. Igen, a link neve Ébredj Magyar Előre, és köszönöm, Timi. Légy és segítsetek. Így van, ez egy abszolút létező óvoda, ahogy Feri is mondja. Valóban, igen, olyan gyerekek is hajléktalanok, de elsősorban egyébként nem, hanem olyan gyerekeket vesznek oda be, akiknek a szüleik vesztették el a lakásukat, vagy esetleg hajléktalanok, de a gyerekeknek sokszor még megvan az esélyük arra, hogy valamilyen körülmények között normális életet éljenek. Létezik, mi is nagyon sok mindent küldtünk nekik már, tavaly karácsonykor is segítjük őket, pont Júli az asszisztensünk indult el tegnap megint egy csomaggal, tehát mi velük folyamatos kapcsolatban vagyunk, de léteznek, és abszolút vannak, igen. Csak én azért nem értem az ilyen felvetéseket, mert ha valakinek van Facebookja, nyilvánvaló van internete, és most, amíg beszéltetek erről, ez alatt a két mondat alatt beírtam a 8. kerületi Dankó utca 11, hajléktalan gyermekek óvodája. Tehát, hogy ott egy van, enter, aztán nézni. Kész. Ennyi az egész. Tehát, hogy szerintem nem kell minden mögött rögtön valamiféle átverést keresni. Picit utána kell járni, ez a pici utánjárás ebben az esetben 3 perc volt. Igen, valószínűleg arról van szó, hogy a Facebookon elindult egy ilyen ellenkampány, hogy ne kamu, ne adjatok oda semmit, elkezd terjedni, mindenki már átveszi, és ha már átveszel valamit, ott már nem nézel valójában utána, hogy ez létezik-e. Létezik, igen, ők nagyon sokszor mondják, tudom, mert mi is sokszor mentünk oda a helyszíre is, meg küldtünk is nekik dolgokat, hogy tényleg nem pénzről van szó. Tehát olyan gyerekekről van itt szó, akik ruháknak nagyon örülnek, játékoknak nagyon örülnek, tartós élelmiszernek nagyon örülnek. És pont tavaly beszéltem ott egy ott dolgozóval, aki elmondta, hogy ilyenkor karácsonykor köszönik szépen, nagyon-nagyon megvannak. Tehát amit ők szeretnének kérni, és ami nekik sokkal nagyobb segítség, ha valaki bevési azt, hogy Dankó utca 11, akkor májusban, nyáron, szeptemberben, amikor nincs ez a nagy szeretet hullám. Mert ilyenkor mindenki megindul, mindenki megnéz egy valamit könnyítve a lelkiismeretén, és ez tök jó. Tehát ha csak egyszer adunk, hál' Isten, az is nagyon remek. De hogy most is lehet nekik vinni, de egész évben ők annak jobban örülnek. Amikor egy kicsit elfelejtik őket nyilván, hiszen nem tudják magukat reklámozni, meg persze nem is ezért csinálják, akkor még nagyobb segítség. A ruhát azt ugye el tud tartani, tehát az jó lesz majd májusban is, amit most visznek, de mondjuk az élelmiszer, mert ők azt is várnak. Ilyenkor nagyon sok van, karácsonyt mindenki küld az ország számos pontjáról, évközben várnak nagyon sokat, konzerveket, kekszeket, gyümölcsöt a gyerekeknél. Ha valaki csak vesz 6 kg banánt, odaugrik és beadja a gyerekeknek, ott portaszolgálat van, vagy bekísérlik, vagy átveszik, ha átveszik, akkor is bejut. Oda lehet adni nyugodtan ott a portásoknak, úgyhogy abszolút jó helyre megy. Meg ha mondjuk nem egy számlaszám van megadva, hanem mondjuk egy telefonszám is, meg egyébként is ezeket a telefonszámokat nagyon könnyű előkeríteni, hogyha alapítványokról van szó, vagy valamilyen intézményről van szó, hogy mondjuk gyerekekkel foglalkoznak, hajléktalanokkal, rászorulókkal, akkor a legegyszerűbb az, oda telefonálunk, és megkérdezzük, hogy mire van éppen akkor szükségünk, mert lehet, hogy akkor tényleg nem konzerv, nem kenyér, nem ruha, hanem mondjuk tisztítószer, vagy papírtörölköző, vagy olyan praktikus dolgok, amikből éppen akkor hiány van. Igen. Ilyen egyszerű. Pici utána jár. Igen, szinte mindig minden jól jön nekik, csak azt mondták tavaly, hogy ilyenkor egy kicsit úgy elhalmozódnak, aztán évközben kifolynak. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! Hello, mi újság? Hallom, hogy az a szegény Tibi gyerek milyen beteg. Figyelj, le a kalappal. Érte. Le a kalappal, azt beszéltük pont a fiúk, hogy 4 év alatt talán egyszer sem volt, hogy hiányzott. Minden kedden
9:00-kor Tibi belép a stúdió ajtaján. Tehát ez abszolút megengedett. Hát amikor tájföldön van, ugye? Ezt jó, ez valahogy ezt megint le kellett tolni a torkunk, hogy ő már kint van. Jó. Nekem már pedzegett egy januárban, nem lennék 3 hónapra, mondom, mennyi, Tibi, mennyi, üssél. 3 hónapra? Vagy 3 hétre, bocsánat, mondom, üssél ki egy kicsit a januárból, nem sokat. Nem sokat, úgyhogy... Igen, abból beszélsz, ez kicsit hangosabb. Jó. Úgyhogy... Elmondja még egyszer? Nem hallottam. Hát ő elmegy januárban. Na, most egy 3 hetet engem kívül. Ez abszolút nem zavar. Bár hiányzik ki kedd reggelenként, hogy lepacsizzak veled. Most is ezért volt furcsa, hogy nem volt itt. Körbenéztél, és a hiányérzeted volt, hogy jaj, hol a Tibi? Mi van itt? Jó helyen vagyok én, tehát jó helyre jöttem. Kint jó, mert csönd volt, nyugi volt. Nem zsibasztott senkit valahol egy csendes sarokban. Bari, gyere már ki, beszéljünk. Beszéljük már meg, tudod, mi van. Igen, dumáljuk át a témát. Tibi, a te témát, ez a te pillanatod. Igen. Csajok, hiába öltöztek ki, senki nem mondta nekik, hogy de csinos vagy ma reggel. De Tibi az egy szokott udvarolni. Nem? Szokott udvarolni itt. Hát ez csinos nők is kell lenni, nem? Atya úristen, téged hogy fognak is szeretni? Új barátok, Jani. A hangi egyezőség miatt mondom, hogy nem én. Sokszor hasonlít a hangunk, de nem én. Én is mondok olyanokat, de most kivételesen nem én voltam. Most nem. Hívjuk a naphallgatóját már is. Ha felveszi Morning Show-s ajándékcsomag, ha nem, akkor is ő a naphallgatója, de nincs ajándékcsomag. Dehogy nincs. Hagyd mondjak el neked. Morning Show-s nincs, az igaz. De hogy van egy ugyanolyan ajándékcsomagunk, mint a 3-as ugrásban. Nem mond már. Túllélős. Az nagyon menő. Igen. Ugyanaz a szem. Morning Show. Az bizony, jó reggelt, hello. Sziasztok, ciao. Hallgatom a Ferit, csak megtörtem vele, belefolytottam a szót, hogy van akkor plusz ajándékod. Van plusz ajándékod, ugyanaz a túlélő készlet van, mint amit ugye a 3-as ugrásban szoktunk adni. Figyelj, ez egy nagyon komoly ajándékcsomag, Jani egyik kedvence, mert hogy minden olyan van benne, amit ő érdekli, szúró, vágóeszközök, sátorállító, csavarhúzó, olló, bicska, elemlámpa, tehát olyan, amivel a János meg 10 kiló hideg élelmiszer elvonul, akkor 10 év múlva vidáman legyen a hegyekből. Sokkal tehát, együtt is el tudunk menni a Jánosval, hogyha így van. Ja, vízjat sűrűn, menni fog. Te is ilyen nagy hegyre járó? Inkább hegyre járó, nem is nagy erdély van, és hát ugye, a János biztosan tudja, hát nem is, hogy azért ott vannak komoly hegyek. Úgyhogy azt szeretem. Na, tehát akkor jól fogja neki jönni ezek a valódi ajándékok, amik ebben a csomagban vannak. Egy autós hólapát, egy fejlámpa, és egy 3 darabos bögre készlet. Jani egy hete a hólapáttal alszik. Ha bármikor esik, reggel már ott is van. Igen. Hát ennek nagyon örülök, tényleg igazán. Na, az SMS-edet még nem is olvastuk be, ugye itt a mozdonyokról beszéltünk, illetve azon két vasúti szerelvényről, akik hál' Isten nem találkoztak. Célunk nem a pánikkeltés volt, inkább az események mögé látás, hogy hogy zajlik, mind zajlik, mennyire modern a technika, amivel a vasúttársaság dolgozik, egyáltalán hogy történt ilyen. És írtál nekünk SMS-t, azt írtad, a nagyapám is mozdonyvezető volt. Ha szembe jött vele egy másik vonat, vagy kikerülte, vagy nem ívott többet. Na, persze ebben a formában nem igaz, viszont nagyon sok ilyen elhasonló sztorit mesélt, ugye, amikor Kuncsorbánál ott még mind a mai napig, azt meg talán szerintem a Feri tudja, hogy megvan a kis tekerős sorompó, ahol bizony volt el, amikor oda érkezett, akkor ő engedte le a sorompót, és amikor megkérdeztem tőle, hogy papa, és akkor ki húzta föl, ki engedte föl a sorompót, és az utánam érkező kisfiam, az utánam érkező. Nem sietett az öreg akkor. Nem, de voltak sztorik, úgyhogy a mozdonyvezetők azok azt gondolom, hogy ma is megérik a pénzüket, és tetszett nagyon a téma. A Békés Csaba előtt volt olyan, hogy álltak 30 perce ezek az autók, és megunta a csávó, kiszállt, és föltekerte. Szóval jött a bakter, álló, de az ember fél órája is tálog. Ha emlékeztek rá, ugye ott ez volt, hogy nyissa már, be kell azt a sorompót. Hát, amikor már kiszállsz, és magadnak föltekered, az már vég. Igen. Az a legjobb, úgyhogy tetszett. Te vagy a nap hallgatója, küldjük, köszi, hogy minket hallgatsz. Hol hallgatsz minket, helyleg, ezt mindig megkérdezem, hol vagy? Éppen Debrecenben tartom. Debrecenben. Füled irányából, így van. Na, jól van. Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszi. Ciao. Sziasztok. Ciao. Csabikám, remek zenéid lesznek? De előtte engedjétek meg, hogy gratuláljak szakmailag. De drága, de rendes vagy, szavaztál? Engem nem kérdeztek, de ha kérdeztek volna, biztos, hogy... Kimesek műsort mondtam volna. Ahol meghallgatjuk a New Level Empire újdonságát. De szép. Ó, te jó.
Képzeljétek el, ez egy magyar zenekar, és vannak benne olyan tagok, arcok, akiket ti ismertek. Például a Zola, aki ugye utódod volt a Zenetv-nél, és ő énekes gitáros, ő énekel gitározik benne, meg a DJ Nyúl, a dobos. Ó, Nyuszi, tényleg? De érdekes, visszatért a gyökerekhez. És mert ő ugye dobosként kezdte. A The Last One, ez a dal címe, és hogyha most nem mondtam volna el, hogy ez egy magyar zenekar, akkor szerintem kutya nem jön rá. Tehát mind minőségileg, mind a dalt tekintve, tehát a hangzását, meg a, meg a dal maga. És a nevük is idegenül hangzott nekem. És de benne van a Nyúl. New Level Empire. Érted? Na jó, menjünk el. Jöjjünk holnap. Szevasztok, szép napot mindenkinek. Holnap jövünk. Ciao.